Sziasztok, ez a 15. Filmbarátok kiadás, egy kis jubileumot ünnepelünk, és ennek apropójából van is egy új vendég, de mielőtt őt bemutatnám Zolit, a nagy veteránt itt a podcastben. Sziasztok! És hát akkor egyenesen Hollywoodból itt van a másik beszélgető partner, ugyanis ő Szirmai Gergő. Gergő, hát honnan ismerhetnek téged az emberek, akik esetleg nem ismernének? Szevasztok! Én a Hollywood Hírügynökség nevű videoblogot vezetem, ahol hát ilyen hétről hétre egy-két videóval jelentkezem, és az adott héten kijött filmekről beszélgetek, illetve a hozzá kapcsolódó politikai, társadalmi kérdésekről és filmtörténeti szekciókról. És közben idióta vicceket csütök el. És mi a YouTube csatornád neve, vagy blogod, vagy Facebook? A Hollywood News Agency a YouTube csatorna neve. Ott lehet engem megtalálni leginkább. Jó, hát blogomra nem hívnám fel a figyelmet, mert az rettetesen csúnya. Hát nem baj, az nem. A tartalom a lényeg, igazából ezt már megtanultam, mert sokszor a legszebb blogok idétlenebbek tartalmi szempontból. Hát Zoli, téged nem mutatlak be, mert rád haragszom, úgyhogy valaki érdeklődik utánad, az keressen rád. Ha már szóba jött a Facebook, esetleg elmondanám, hogy a Filmbarátok podcastnek is van Facebook oldala. Tényleg. Undorodom tőle, hogy nyitottam ezen a honlapon egy ilyen csoportot ennek a podcastnek, de sajnos manapság megkerülhetetlen, de ha gondoljátok, akkor nyomjatok rá egy divatos lájkot, vagy akármit. Néha kirakok ilyen kulissza információkat, úgyhogy gondoljátok, nézzetek fel. Nos, hát akkor készüljetek fel, kedves hallgatók, mert baromi sok filmet írtunk ide ki a listánkba, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Kezdjük egy olyan filmmel, ami viszonylag friss a mozikban, és ti mindketten láttátok, én csak a trailerét, úgyhogy én kíváncsian hallgatom majd a véleményeteket róluk. A Mindörökké Rock című filmről van szó. Hát Zoli, nem bírtam csodálkozni, hogy te rockos filmet néztél, általában Fekete Pákót szoktál hallgatni, ha jól tudom. Igen. Meg Lady Gaga-t, ha tudom. Akkor. Jó, hát Zoli, hát akkor hogy tetszett így mulatorzene rajongóként ez a film? Hát így Lagzi Lajcsi fanként azt kell mondjam, hogy igazából így kicsit cikinek érzem, hogy pont Gergőtől veszem el a szót, amikor is savazni kell egy filmet, pedig szerintem neki sokkal jobban menne, mint nekem. Nyomhatjátok szinkronban nyugodtan. Én csak annyit mondanék, igazából megint csak az, hogy már elmondtam, úgy érzem sok mindent a filmmel kapcsolatban korábban. Szerintem ótvar szar a film. Én nem akarok megbántani tényleg senkit, de aki... Én gyerekkoromban, tehát még középiskolás koromban is, akkor is ezerre ment a Nirvánaláz, meg imádtuk, hogy mi vagyunk a rockerek, és akkor nem úgy, mint mostanában, tudod, hogy leülök a lépcső alba, és mutogatok kifelé, mint valami mém a neten. Meg ilyen szörnyű figurák, Jézuson, nem ilyesmi, hanem tényleg volt egy életérzés az egész mögött, és úgy érzem, hogy ez a film, ez egy akkora karikatúra, gyakorlatilag ők pofán röhögi ezeket az embereket. Tehát ennek az egész világnak, vagy ennek az érzésnek szerintem lehet nagyon szépen emléket állítani. Apróság, hogy pont mostanában néztem meg a Rockstart, ez, hogy hívják Marky Markot? Mark Wahlberg. Az, köszönöm, Mark Wahlberg. Úristen, senki nem nevezi már így vali. Igen, old vagyok. Igen. Fiatalok nem is értik ezt, szerencséjük. Jók azok a képek. Ja, nem most, na jó, ezt most felejtsen mindenki. Na mindegy, a lényeg az, hogy az rendkívül jól megvilágítja ezt a kérdéskört, hogy milyen érzés rockzenésznek lenni, milyen lehet feltárni a színpadon, milyen nyomást jelent. Jó, persze az sem akar okvetlenül autentikus lenni, de maga módján szórakoztató, és elhiszed, hogy ilyen is lehet. És ez például a Rock of Ages, az annyira egy szirupos, nem tudok mit mondani, Gergő, segíts, légy szíves. Nézd, az a problémám itt, hogy én annyira azért nem húzzam le ezt a filmet, pontosan azért, mert amit mondasz, hogy nagyon szirupos, meg stb. De most észben kell tartani, hogy ez mégiscsak egy musical, aminek ez a sajátja egy szinten, hogy ilyen rettetesen bogyotá és cukormázas. De ettől függetlenül szerintem nem állított feltétlenül rossz emléket senkinek, mert nem igazán. A problémának állított emléket, hogy milyen volt az, amikor kezdett a 80-as években ilyen glam rock kimenni a divatból.
Tehát én úgy látom ezt az egész helyzetet, hogy nagyon jól megörökítette azt, hogy mennyire célja vesztett volt a 80-as évekbeli generáció. Tehát, hogy mennyire nem szólt semmiről a zenei mozgalmuk, és mennyire csak a partizáson járt az eszük. Mert most olvastam egy nagyon érdekes könyvet a Hunter S. Thompsontól, aki a sertések generációjának nevezte a 80-as évekbeli fiatalokat, és bár így elsőre azt gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen, hát ilyen mogorva hozzáállás, aztán egyre többet olvasok belőle, és egyre jobban rájövök, hogy végül is tényleg, mert az ő zenéjük, ellentétben ugye a 70-es évekbeli vonulatokkal, elvesztette igazából az üzenetét. Mindig csak arról szólt, hogy I wanna rock. És ígyunk, és partizunk, és kefejünk. És elnézést az erős szavakért, de alapvetőleg én ezt láttam ebben a filmben, hogy maga a film is egy teljesen üzenet nélküli pancsikolás a saját kis moslékunkban, hogyha maradunk a disznó hasonlatnál. Én a trailer alapján egyébként egy úgymond ilyen öniróniával teli limonádét láttam, tehát nem tudom, Zoli, de miért haragszol ennyire? Tehát igazából trailer alapján pont azt kaptad, amit vártál, nem? Nem, nekem az a bajom, hogy jó, engem személyesen érintett, tehát úgy érzem, hogy a fiatalságomnak, nem tudom, minek egy szeletét próbálják meg ezzel gyakorlatilag szembe röhögni. Jó, persze vannak olyan dolgok, amikre az ember nem büszke, vagy ma már megmosolyogja, de az, hogy valaki a rock korszak a címszó alatt kihozzon egy ennyire egy nyálas önmagával szembeforduló valamit, tehát ha azt mondanák, hogy például mit tudom én a nem tudtam, mondjuk, ahogy pont a Gergő is mondta, ez a, mi volt ez a disznó generáció, vagy? Igen. Tehát, hogy az lenne a címe, akkor mondjuk az ember elgondolkodik, hogy hú, mondjuk a cím is esetleg valami cinizmus, vagy valami átvitt értelmet sugal a háttérben, de az, hogy a rock korszaka az valaki szerint az erről szóljon, az nekem túlzás. És főleg úgy, hogy a Tom Cruise az, aki igazából itt egy személyben jelenti a rock and roll-t, hát, hogy ennél egy visszataszító figurát összehozni, most nem Tom Cruise-zal van a problémám, hanem ez a hogy hívták a figurát? Valami sok X-es, nem tudom. Stacy Jacks. Az igen, köszönöm. Stacy Jacks. Szerintem egy akkora mellélövés, és az a vicc, hogy szerintem egyébként mi musical, szerintem működhet a film, mert mint klasszikus musical a színpadon. Tehát el tudom hinni, hogy ott az a sok gics, ami a filmben gusztustalannak tűnik, ott ez a színpadon úgy beleolvad a környezetébe, és úgy egységes egészt képez. Én nem tudom elképzelni egy ilyen Stacy Jacks jellegű figura, akár 10 percig életben maradt volna a színpadon. Amikor látjuk, hogy nála sokkal szürkébb figurák, mint például, amit a Mark Wahlberg játszik ugye a Rockstarban, hát azt úgy felőrölte 10 perc alatt az egész, pedig az sokkal józanabb és normálisabb volt. Nem tudom, lehet, hogy a földhöz ragad, de nekem nagyon túljátszott volt, és céltalan lehet, hogy ez is volt a célja, hogy Gergő, te is mondtad, de nekem itt ebben ez fájt. Ezt meg is értem, de igazából nem fogd úgy föl, hogy ez a rockzenének úgy áll ezt uzánben az összefoglalása, mert mondom, ez időben így nagyon pontosan elhelyezhető a 80-as évek végére, amikor jöttek ugye a fiúbandák, akik egy prominens részt képeznek a film vége felé. Tehát, hogy igazából ez már a problémás rockzene kategóriája volt, és Stacy Jacksnek is a karakter is nem az a klasszikus rockstar, hanem az a lecsúszott senki igazából. Akit ugye elsőre úgy hallasz, hogy ő az Isten, meg stb., és aztán a végére ő maga is ugye kezd észrevenni, hogy ez már nem igaz. Hát jó, igen, csak a filmben, mivel ő az egyetlen rockstar, így viszont elég túl a kép az egészről. Jogos. Viszont a cserébe azt meghagynám, hogy a történet, ami összefogja ezeket a számokat, szóval ez egy jukebox musical, ami ugye azt jelenti, hogy már meglévő számokat próbáltak összerakni egy koherens történetté. Nem sikerült. Nem. Tehát, hogy az, ami megpróbálja összefogni ezeket a számokat, meg érzéseket, meg eseményeket, az egészen abszurdan putyuta. Teljesen értelmetlen, bejönnek karakterek, eltűnnek karakterek, mindenki félre kommunikál, és nem hajlandó megosztani a mással a történet legfontosabb elemeit, úgyhogy egészen furcsa volt ez számomra. De legalább a zene jó volt, vagy valami? Ja, ilyen nosztalgikus módon nekem tetszett. Neked? Mármi nekem? Nem? Én Tom Cruise-on lepődtem, meg szerintem állat jó hangja van. Igen, mert ők énekelték egyébként, azt hozzá kell tenni. Én teljesen meglepődtem a Bon Jovi-nak a Want It Dead or Alive című számát, azt úgy énekelte el, hogy a mennyasszonyommal, ő mondjuk ő szkeptikus az egésszel, de ő mondta, hogy ez playback, ez tudja, hogy playback. Én megnéztem, hogy hát azért így eléggé tele volt a sajtó azzal, hogy Cruise órákat vesz, meg mit tudom én,
hogy azért úgy lehetett hallani, ez nem a Bon Jovi, de közel hasonló hangon énekelt, és mondom, szerintem le a kalappal a Cruise előtt. Hát akkor ezek szerint nem jobb volt az a verzió, mint amit mi adtunk elő annó, Zoli, nem tudom, emlékszel a Rock Bandben. Az viszont szórakoztatóbb volt. Igen, igen, azt hozzá kell tenni. Jó. Igen, nekem Catherine Zeta-Jones volt nagyon meglepő. Nekem hogy is, de szerintem tök, neked tetszett, nem? Tök igen, tehát egészen korrekt. Én azt hittem, hogy ő lesz az a fejfogós karakter, aki fáj, hogy ott van, és fáj, hogy énekel. És kit játszott egyáltalán? Hogy mi volt a szerepe? Catherine Zeta-Jones az frissen megválasztott mayor, segítsetek ki, polgármesternek a felesége. Aki egy ilyen nagy vendettát indított a Stacy Jackson, és megpróbálja lezáratni az ő bandáját és a klubhelységet, ahol ő előad. Tehát, hogy egy ilyen nagy keresztes lovag lett belőle, és ehhez képest teljesen jól táncolt, nagyon jól énekelt, és nekem egy teljesen korrekt, egyberakott karakter volt. Tehát neki igazából van musical háttere, azt hiszem a Chicagóban is benne volt. Igen. Igen, 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 igen. Akkor hát azért nem mai csirke, valljuk hát, be. Nem. Michael Douglas mellett csak fiatalabbnak néz ki, mondjuk. Tehát... Jó, ő meg egyre öregebbnek. Igen. Ja. Tartani kell a ritmust. Mondjuk én kicsit nekem nálam tele van a padlás a Catherine Zeta-Jones-szal. Nem tudom, lehet, hogy azért van ez, mert igazából talán egy kezemben össze tudom számolni, hogy hány jó filmet láttam tőle, és nem lenne szükség az összes súlyamra. Nem tudom, lehet, hogy ez a baj. Tehát, hogy lehet. Tehát akkor azt mondjátok, hogy egyszer nézhető Gergő, legalábbis te, Zoli, azt, hogy kár volt rá erre az idő. Én nem azt mondom, hogy pocsék a film, de szerintem semmit nem veszít az, aki kihagyja. Én pedig azt mondanám, hogy aki kíváncsi erre a szeletére a zenetörténetnek, az itt meg fogja kapni. Lehet, hogy szenvedni fog fél úton az idióta történettől, de hogy egy nagyon, nagyon tanulságos dolog. Akkor ha már szóba került a Mark Wahlberges film, tudtok egy jó zenés filmet igazából? Mert nekem kettő jutna eszembe, ami tudok. Ilyen hasonló témájú, a Majdnem híres, meg a Detroit Rock City, a Kiss-es történetszála. Tehát azok nagyon jó visszaadják ezt a korszakot, meg ezt az életérzést. Nekem megvan egy Grease! Grease. Hát nem voltam olyan messze a fekete fákóval most azért. Mi van? Nem, de például az 8 Mile is szerintem egy teljesen korrekt előadás. Jó, persze. Tehát én most inkább ilyen rock vonalra gondoltam. Ja, hogy konkrétan rock. De egyébként 8 Mile is simán nézhető volt. Azt még moziban láttam annól, te jó Isten, de rég volt. Úgyhogy... Igen, rockból nem tudnék mondani még egyet. Ez hiányos ezen a téren a tudásom. Hát én mondom, a Kate Hudsonnal van egy nagyon jó film, a Majdnem híres. Az remek, igen. Az nagyon jó, és a Detroit Rock City nevű film, ami azt hiszem, de azt is derég láttam, azt hiszem, arról szólt, hogy egy ilyen fanatikus Kiss rajongó így elszökik otthonról, hogy így a Kiss turnén vagy a detroiti Kiss koncertre kilátogasson, vagy valami ilyesmi. Az is nagyon jó film volt, úgyhogy sajnálom, hogy annyira nem híres, mert szerintem megérdemelni a publicitás, de hát ez majdnem van. Aki, híres. Hát majdnem híres, igen. Jó, akkor Zoli, hát van egy olyan film, amin úgy tudom, hogy majdnem elaludtál, egy nagyon szép filmen, és ez nem más, mint a Sleeping Beauty, ami szintén egy aktuális mozifilm. Úgyhogy mondd el a véleményet erről a filmről, hogy igazából miről is szól, mert elég bizarr a története. Hát az egész történet igazából arról szól, hogy már amennyit visszatudok idézni belőle, mert tényleg megmondom őszintén, hogy átment az agyam egy idő után defenzív üzemmódba, ahogy néztem a filmet. Hát amennyire így előttem van, hogy van ez az Emily Browning nevű színésznök így a filmben a főszereplőt alakítja, aki így kevésbé van képben vele, a Sucker Punchban ő volt talán az egyik főszereplő, mindegy jellegzetes arca van. A lényeg az, hogy ha jól emlékszem, akkor főiskolai tanulmányok, vagy akár miatt, lényeg az, hogy neki pénzre van szüksége. Úgy egyébként is. És egy piszkosú gazdag családnál felajánlják azt neki, hogy elég vastag dellákat kap azért cserébe, hogy
Éjszakánként őt szépen felöltöztetik, elaltatják, alszik szépen a díványon, és másnap reggel fel kell. És a kettő közti időben, amíg ő alszik, ilyen iszonyatos, szintén ilyen gazdag úriemberek bemennek a szobába, és amíg ő alszik vele, ez az történik. Na most így eleve nem értem, hogy ez a Sleeping Beauty címszóval, jó, értem, hogy így direktben hogyan ültették ezt át, hogy Sleeping Beauty, hogy, de hogy ezen túlmenően mi köze van a Csipke-Rózsika dologhoz, így én nagyon nem értettem, de nem is ez volt az, ami igazából kiakasztott, hanem ez a film, ez megvennék rá esküdni, hogy eredetileg pornófilmnek készült. Tehát ez az ötlet, hogy ebből filmet csinálunk, hogy van egy nő, aki mondjuk még amerikai szemmel kifejezetten attraktívnak is mondható, lefektetjük, begyógyszerezzük, és egymást váltják a pasik, és bemennek hozzá, valami történik. Aztán persze van egy csavar a végén, hogy kiderül, hogy igazából akik bemennek, azok mindegy, nem akarom lelőni a poént azok számára, akik azt meg akarják nézni, de én nem értem, hogy miért lett az divat mostanában, hogy a művészfilmeknek következetesen unalmasnak kell lenniük. Tehát én egyszerűen nem tudom, hogy miért nem lehet egy művészfilmnek, és én nem azt mondom, hogy olyan legyen, mint a Dark Knight, vagy akármi, de mondjuk ezeknek lehetne az ilyen ritmusa. De valami olyan mérhetetlenül unalmas a Sleeping Beauty, hogy azt nem tudom szavakba önteni. Egyszerűen nem vagy rá kíváncsi arra, nem is beszélve az Emily Browning, egészen egyszerűen én nem tudtam rájönni, hogy ez mit keres Hollywoodban. Tehát ez lehet, hogy rossz ajtón kopogtatott, beengedték és felvették, de én nem tudom, a Sucker Punch óta nem tudom, ki vagyok rá teljesen hegyezve. Még ettől függetlenül itt azért mentem be tényleg a Sleeping Beauty-re, mert kíváncsi voltam egy jó kis ilyen groteszk művész filmre, hogy milyen lesz. Uh-huh. Az égvilágon senkinek nem tudom ajánlani. Max azoknak, akik ilyen a végletekig kiherélt, abszolút korhatárbesorolás nélküli pornófilmet szeretnének nézni. És legalább jó a csaj. Nagyon jó a csaj. Látni tudom. Adi-da-di-di-di. Hát, ahogy néz, szerintem a Sucker Punchban erotikusabb volt egyébként. És már ott se volt erotikus. Bár ne, várja, azért... Hát azért ez a fetisizált kimono, amiben tolták. Igen, bocsánat. Nem volt nagyon vészes. Én a Voxban olvastam erről egy cikket, és úgy nézett ki a csaj, mint valami 14 éves kislány, vagy én nem tudom. Igen, tehát, igen, és... Egy melltartóba volt, meg egy bugyiba, tehát így és néztem, mondom, aha. Én nem tudom, tehát így eléggé, nem tudom, hogy kezdek Sandán nézni időnként Hollywoodra, hogy úgy pontosan mit feltételeznek a célközönségről. Tehát, hogy jó, kéne egy film, amit szerintem nektek tetszeni fog, mi legyen benne, legyen egy 14 éves forma kislány, akit mindenki megdug, aha, ez jó lesz, így már közelítünk a célközönség felé. Uh-huh. És így nézem, hogy tehát engem néznek teljesen hülyének, vagy mondani is akarnak ezzel a filmmel valamit? Hát nézd, például a Shame, az gyakorlatilag ugyanez a dolog, hogy egy ilyen erotikus degradációról szól, vagy tehát egy ilyen borzasztó szexuális helyzetről, és mégis az egy nagy siker lett. Tehát, hogy maga a téma az nem garantálná azt, hogy ez egy rossz film. Ilyen szempontból. Hát jó, de hát a Shame azért azt szerintem nem egy provokatív ötletre alapszik. Tehát azért a Shane-nek azért több mondani valója volt szerintem, mint ennek. Szerintem amennyire ezt így kihallottam Zoli összefoglalójából, meg amit a Voxban olvastam, ez egyszerűen csak egy nagy provokáció ez a film. Engem. Nem. Szerintem valaki megnézte, egy ilyen perverz ember megnézte ezt a Csipke-Rózsikát, és kitalálta, hogy milyen, hogy tudok, összekacsintanak az ilyen 12 évesek, hogy és milyen lenne, hogyha bemenne most oda a herceg, és érted? És akkor gondolatmenetet meghallhatta valami producerről a hátsó sorban, és akkor tényleg ebből kéne egy filmet csinálni. És megcsinálták a Sleeping Beauty-t. Szerintem ennyi az egésznek a háttere. De azt mondod, hogy nem is tudtak volna semmit mondani ezzel? Tehát, hogy a lehetősége se volt meg? Lehetett volna. Tehát szerintem azért ebben volna lehetőség társadalomkritikára, mert igazából mondom, végülis a kicsengése a filmnek volt benne potenciál. Tehát meg lehetne azt az üzenetet fogalmazni, hogy igazából ezek az emberek is mind elveszettek. Tehát valójában tehát van egy üzenet, csak annyira elsikkad a tálalásban, hogy nem tudom, tehát, és ez a csaj ott van, ilyen bambán néz,
És így egyszerűen nem tudom komolyan venni, hogy amikor a castinget tartották, akkor nem röhögte szét magát mindenki rajta, és ez a jó leszel, aztán majd valami történetet belerakunk, egy kis tanulságot a végére, és a sok művészlélek majd ott fog nyácsorgatva vergődni az ajtónál. Én nem akarok senkit tényleg degradálni azért, mert ilyen filmeket néz, lelkük rajta, de hát én nagyon nem szeretném, hogyha ez válna trendű. Hát rettetesen meg is bukott a... Most nézem, csak azért, utána nézem egy kicsit, és hát rettetesen megbukott a kasszáknál, úgyhogy... Hát azért hozzá kell tenni, hogy ez egy ausztrál film, tehát nem amerikai. Tehát úgy eleve hátránnyal indul akárhol. De... Hát azért még a Mad Max-el sikerült azért az ausztráloknak kitörni még annó. Pusztán az, hogy Ausztrál nem biztos, hogy alapból halálra ítélt film. Hát de most figyelj, ott a minta példa, az Ausztrália, az is nagyon bukott pár éve. Szerintem jogosan is, mert szerintem nem. Megvettem DVD-n, és nem váltotta be a hozzáfűzött reményeimet, mert néhol nagyon... Voltak hozzáfűzött reményeid? Voltak egyébként. Én annyira irigylem egyébként a pozitív hozzáállásodat. Nem tudom, figyelj, én abszolút azt vártam, hogy valami szuper, epic, hyper, mega ausztrál blockbuster lesz. Ezek után... Úgy a 2,5 órájából, vagy volt az akár 3 is, így a utolsó fél órából történt olyan izgalmas dolog, addig meg ilyen kifejezetten unalmas történetet kellett nézni, unalmas, idegesítő karakterekkel, borzasztóan túlexponált képekkel, úgy nézett ki, mint valami képregény adaptáció, vagy nem tudom, szóval... Na mindegy, szóval... Nem tudom, ausztrál mozit szerintem kicsit túlértékelik páran, legalábbis, ami így a kasszasikereket illeti, de... Na mindegy, azért ott is voltak remek filmek, azért ezt el kell mondani. A Mad Max 2 például szerintem mai napig az egyik legjobb ausztrál film, vagy ott van akár a Russell Crowe-val a... nem jut eszembe a film címe, amikor ilyen skinhead-et játsz, ilyen ausztrál-amerikai história X-szerű. Na jó van, aki tudja, miről gondolok. Bakker, nem jut eszembe a film címe. Na jó van, akkor Zoli, mondjál egy összefoglaló mondatot, addig keresem ennek a rohadt filmnek a címét, mert ez nem hagy nyugodni. Romper Stomper, bocsánat, Romper Stomper. Na. Aha. Oké, eszembe jutott. Akkor nem kell összefoglalni, ott szar a film és kész. Szar a film és kész, ne nézzenek senki egyébként, csak időlopás. Én nem tudom, miért nyúlok bele ilyen filmekbe, én valamit vártam annó a War Horse-tól is, mindenki kiröhögött, amikor kijöttem a moziból, akkor rájöttem, hogy miért. Na jó, úgyhogy... Na mindegy, egyébként én tök hülye vagyok ezen a téren, ezt aláírom, mert én a csatahajóra is úgy mentem be, hogy fú, hát vagy jó kis akció, egy agyatlan akciófilm, ezt kikapcsolom az agyamat, ez most Gergő pont eljutott el eszembe, azt a Transformers-nél mondtál valami ilyesmit, csak kikapcsolom az agyamat, hogy bemegyek és jót fog szórakozni, aztán neked volt egy ilyen szófordulatod, hogy mindegy, majd megnézem a Transformers 3-nál, azt hiszem, amikor erről beszéltél. Uh-huh. Pont ugyanígy mentem be a csatahajóra, és még így is egyszerűen sértő volt, amennyire hülyének néztek. Uh-huh. Na mindegy, szóval a Sleepy Beauty-nél ugyanezt éreztem, csak ott máshogy. Tehát ott nem volt egy látványos robbangatás, csak a nagy nulla. Na, akkor én megemlítem, apropó, ha már hülyére nézett néző, akkor jól jön a következő filmem, ami a Hogyan lopjunk felhőkarcolót című alkotást fedezi, és mielőtt belekezdek ebbe a filmbe, kertmoziba voltatok esetleg már életetekben? Gergő? Hát én egyetlen egyszer, sajnos, pont Amerikában, amikor kint laktam, akkor voltam. Nekem ez a rész ez kimaradt az életemből, és ezt nagyon sajnálom. Gondolom, jó hangulatú dolog. És az hogy nézett ki? Tehát ilyen hivatalos volt, vagy ilyen privát, nem tudom, pár barát, vagy... Hivatalos volt, én egy egyetemi kampusz mellett laktam, és ott üzemeltettek egy ilyen dolgot, az évnek az egyharmadában, amikor ki lehetett menni az utcára, nem volt olyan állati ideg. Uh-huh. És, ja, tehát, hogy ilyen kis műanyag székes, ilyen nagyon tradicionális, de hogy így odafért, mint a 200 ember. És nagyon-nagyon jó hangulatú volt. Ugye ott egész más, hogy néznek az emberek mozit, tehát mindenki folyamatosan dumált és dobálózott, felállt, leült, üvöltözött egymással. Szóval ez egy egész szociális élmény volt. Uh-huh. Zoli? Kertmozinak az számít, hogy kivittem a laptopot a kertbe? Az nem számít. Az kivitt laptop nézés.
Na hát én akkor Balaton szemesen úgy, mint tavaly elmentem a kertmoziba, ott van egy nagyon kedves kis kertmozi, ahol kemény 750 pénzért meg lehet nézni valóban kis idejét múlt alkotásokat, ahogy hogyan lopjunk felhőkarcoló, és mutatja, ami, ha minden igaz, tavalyi, és márciusban meg is rend DVD-n. De mindegy, igazából nem ez a lényeg. Nagyon tudom ajánlani, tehát van ebben valami nagyon varázslatos dolog, még szúnyogból sem volt sok, és abban is volt valami, hogy a növényzet így ilyen futónövények, így kicsit már idén már jobban, mint tavaly, így ráment a vászonra, tehát néha már így az emberek arcában ilyen bajusz csinált, vagy valami, de volt ebben tényleg valami nagyon kedves. Kutyával volt benne egyes ember, meg biciklét betolta oda, meg ilyenek. Szóval én azt mondom, mindenképp próbáljátok ki. Természetesen nem a legzseniálisabb képminőséget látjátok, mint multiplexben, a hangminőséget sem. Hát nyilván ilyen agyon használt kópiák már, de tavaly gázabb volt, amikor a koszorús lányokat néztem, mint idén. Idén igazából nem volt túl sok probléma vele. Szóval kertmozit mindenképpen ajánlom nektek, ha esetleg kedvet kaptatok rá. Nos, hát ez a Hogyan lopjunk felhőkarcoló Ben Stiller, Eddie Murphy film. Igazából Ben Stiller már tróposi Tropic Thunder, mi volt annak a címe? Azóta a trópusi vihar. Trópusi vihar, igen. Azóta tiltó listám van, nem bírom azt a fickót egész egyszerűen. De hát itt bevállaltam, mert hát aznap nem volt semmi más. Röviden a filmről, ez egy ilyen balhés film, ilyen Oceans-szerű, ilyen betöréses, stb. Ilyen, hát balhé, nem tudom, magyarul is szokták így mondani. Lényege az, hogy van egy ilyen nagyon felkapott menő felhőkarcoló, amiben egy ilyen szuper gazdag fickó lakik a penthouse-ban, és felhőkarcolónak meg annak az ipsének is volt ilyen személyzete, és hát ennek a vezetője Ben Stiller, és mindenféle más személyzet is volt ott körülötte, aztán egyik nap egyszerűen csak lecsukják azt a gazdag fickót, és hát kiderül, hogy ilyen nem éppen legális üzleteket bonyolított, és valószínűleg oda veszett az összes alkalmazottnak a nyugdíjra félretett pénze, és mert eljátszotta a lóvéjukat, és hát úgy gondolják, hogy hát ezt visszaszedik valahonnan, mert ennek az embernek tuti van dugi pénze valahol a lakásban elrejtve. És akkor hát megszerveznek ilyen betörést oda a lakásába, és ehhez beszervezik Eddie Murphy-t, aki egy ilyen, hát ilyen pitiáner tolvajt alakít, és hát természetesen, ahogy lenni szokott, mindenféle nem tervezett problémával kell szembesülniük, meg nem tudják, hogy kezdjenek bele, mert egyik se betörő igazából. Tehát egy ilyen nagyon litty-lötty film. Az a baj, hogy kifejezetten kevés benne a vicc, hogyha úgy veszük, hogy egy vígjáték. De igazából Eddie Murphy volt még a legviccesebb az összes karakter közül. De nem tudom, valahogy az bántotta legjobban ebben a filmben, hogy mérhetetlenül hülyének nézte a nézőt, és meg se próbálkozott valamiféle alapossággal, vagy tehát főleg egy ilyen balhés filmnél abszolút számít a hát ha nem is azt mondom, hogy hitelesség, mert egy ilyen filmnél azért ne várjunk egy olyat, mint a, mondjuk a Nagy balhénál annó, amelyiként egy marha jó film, de nem tudom, szóval olyan idióta megoldásokat láttunk, teljesen valószínűtlen és erőltetett jeleneteket, hogy törnek be, meg nem tudom, valahogy abszolút nem éreztem úgy, hogy ez a film komolyan venni a nézőt. Ha úgy veszük, hogy vígjáték, úgy is elhasalt, de nem volt teljesen nézhetetlen ennek ellenére, tehát egyszer meg lehet nézni, de többször tényleg nem volnék rá hajlandó. Főleg a vége az... És akkor azt mondod... Igen?
Bocsáss meg. Csak akkor azt mondod, hogy, hogy az Eddie Murphy mentette gyakorlatilag meg? Mert ezt említetted mi legnagyobb pozitívumként. Hát Eddie Murphy hozott egyetlen valami szint az egészbe, tehát azon kívül még ott volt a Michael Peña, aki egy szerintem marha jó ilyen, ilyen latin-amerikai színész, aki szerencsére egyre több szerepet kap. Ő volt felelős még néhány poénért, de az Eddie Murphy legalább dumájás, vagy a dumás, hogy mondjam, karakterének köszönhetően azért legalább néha ilyen, legalább ilyen one-linerként hozzá nyújtott valamit a filmhez, vagy legalább ami vígjátéknak lehessen nevezni, de túl sokat ő sem mentett meg az egészen, főleg a végén, mintha teljesen kiírták volna a szerepét. Tehát így egyszerűen eltűnt. Így néztem, hogy oké, minden szereplőről megtudtuk, hogy mi lett, meg stb., de Eddie Murphy egyszerűen eltűnt, és így utólag visszagondoltuk, hogy te, vele mi lett? Nem tudom, egyszerűen nem szerepelt többet, úgyhogy nem tudom, mi lehetett ennek az oka, lehet, hogy kirakták a forgatásból, én nem teljesen értettem idő után, hogy mi lett vele, de igen, szóval Eddie Murphy volt a filmnek a nagy erőssége, de azért ő is, az ő szintjéhez képest ez egy felfelé ívelő karrier pont, de hát ez nála nem túl nagy feladat, úgymond. Hát neki ez volt a nagy visszatérés, azt tudom, úgy is harangozták be, hogy egy időre teljesen elvonult, a Shrek-eket csinálta, csak. Mert ugye bukott ő pár nagyon-nagyon nagyot. Hát persze. Filmjeivel, és akkor így kicsit félretette magát télire, és ugye ezt mondták, hogy na, ez most a nagy visszatérése, most újra ugyanezt a stílot hozza meg, stb. Hát jó hallani, hogy ez valamilyen szinten sikerült. Igen, szóval nem rajta múlt, hogy a film olyan, amilyen. Tehát azért hozzá kell tenni. Ben Stiller ugyanolyan béna volt szerintem, mint mindig. Egyszer nem bírom elviselni azt a fickot, ahogy így kamerában néz azzal a csimpánc fejével. Nem tudom vele, hogy kész. Eljátszotta minden bizalmamat. Úgyhogy egyszer meg lehet nézni. Kertmoziba tökéletes volt, de egyáltalán nem szükséges megnézni ezt a filmet. Inkább nézzetek, sokkal viccesebb ilyen balhés filmek vannak. Úgyhogy részemről ez volt a Hogyan lopjunk felhőkarcolót. És hát akkor, ha már ott tartottunk, hogy filmeket szidünk, akkor Gergő, akkor tiéd a pálya. És nem vállalok felelősséget, hogy ezután mit kapsz. Ha, jó van. A következő a helyzet, hogy sajnos én a saját magam rajongóit is megfosztottam a Prometheus videótól, mert nyáron nagyon szünetelek. De egyszerűen olyan szinten bennem ragadt egy indulat a film megnézése után, hogy muszáj egy kicsit beszélnem róla, annak ellenére, hogy ti már valamelyest szádumáltátok. Igazából én felsőltet, hogy úgy számba vettem a pozitívumait is a filmnek, tehát hogy sokat dolga, amit említettetek, az tényleg nagyon jó volt, gyönyörű volt szerintem a film, és egy fantasztikus koncepción alapult, de az maradt meg bennem így hetekkel azután, hogy megnéztem a filmet, hogy az emberek a filmben nem emberien viselkedtek. Tehát egészen elképesztő csavarok vannak a filmben, amit egy normális ember egy ilyen helyzetben nem rontaná el, vagy nem vétene el. Úgy, hogy ne rontsam el, hogy mi történik igazából a film vége felé, csak hogy annyit mondok, hogy úgy képzeljük el, hogy ül egy társaság egy asztalnál, és pókereznek. És az egyik gyerek kimegy, WC-re visszajön egy hatalmas arab papagájjal a vállán, arrébb söpri az asztalra, közben oda került zsák ékszerteknőst, és leül tovább kártyázni, és senki nem beszél semmit. Tehát, hogy hatalmas fordulatok, csavarok, új történetelmek jöttek be a film vége felé, és senki nem osztotta meg a többiekkel, hogy mi történik. Egy filmkészítő ismerősömmel néztem ezt a filmet, és utána pont erről beszéltük, hogy egyikünk sem forgatókönyvíró, de hogy ebben egy amatőr is teljesen látja azokat a lyukakat, amiket nem lehetett nem betönve hagyni. Hogyha ennek volt bármi értelme. Tehát, hogy alapvetőleg nekem az volt a gondom, hogy például ez a műtét dolog, amiről beszéltetek múltkor, történik egy műtét, egy szülés a film egyik pontján, és a hölgyike ezt nem mondja el senki másnak, nem hívja fel erre az emberek figyelmét, hogy mi történt itt, hanem csak így mennek tovább a történetszál, mi meg üvöltözünk a nézőközönségben, hogy könyörgöm, beszéljétek már meg egymással, vagy valaki jöjjön rá, hogy mi volt ez, vagy valahogy tudjunk meg mi is dolgokat. Jó, de hát emlékeim szerint azért nekem... az nagyon hirtelen jött, tehát az neki is úgymond újdonság volt, nem? Vagy rosszul emlékszem?
Kétségtelen. Kétségtelen, csak hogy amikor visszacsatlakozik a társasághoz, akkor így beszélnek valami másról, és mennek tovább a dolgok. Tehát egy ponton én összeesnék, és elsírnám ezt a fájdalmamat a társaság többi tagjának, hogy esetleg együtt ki tudjuk találni, hogy mi történt. Hát lehet, hogy ez az nem a dolog, bízott meg bennük, lehet, hogy az volt, nem? Vagy... meg lehetne így magyarázni, és sokféleképpen kétségtelen, nekem egyszerűen az zavart, hogy annyira embertelenül viselkedtek a humanoidok, és pont a David volt az egyik legemberibb karakter a társaságban, hogy nekem ez ilyen szempontból nagyon-nagyon zavaró volt a történetvezetése. Mondták sokan, és ez bevallom, hogy persze jön a második rész, meg majd biztos több mindent elmagyaráznak már, de egy filmnél nem lehet szerintem ilyen indokokat felhozni mentségére, hogy majd lesz egy másik film, ami betapasztja ezeket a lyukokat. Tehát, hogy mondom, engem ez idegesített benne retteltesen, ami mai napig kicsit rágom mellette magam, mert alapvetőleg nem lett volna egy rossz film. És nem érezted úgy, hogy túl sok dolgot nem értesz? Mert mi mondtuk, hogy legalábbis én még mindig úgy vagyok vele, hogy jó pár jelenetet nem fogtam fel, úgymond. Tehát hiába utólag írták csomóan, hogy mit nem értesz ezen, te nem tudom én, hülye gyerek, meg az elején mit nem értettél, meg stb. Nem tudom, nekem néha már kicsit túl, úgymond, spirituális volt, vagy én nem tudom, tehát túlzás volna azt mondani, hogy minden jelenetét megértettem. Igen, pontosan ezek a lyukok, amikről emberek beszéltek, hogy majd el lesz magyarázva a következő részben. Nem, rengeteg információt megvonnak a karakterek egymástól és a karakterek a nézőtől is. És ez szerintem egyszerűen kilöki az ember. Tehát, hogy ez az, amikor nem benne vagy az akcióban, nem ott vagy a karakterek, hanem kívülről vizsgáld ezt az egész dolgot, azon gondolkozol, hogy lesz-e ennek bármikor bármi értelme. 3D-ben láttad, vagy simán? Igen, 3D-ben, eredeti nyelven, és mondom, nem vagyok nagy Alien fan, tehát nincsen bennem ez a fajta agresszió, hogy hú, most elrontották az én kedvenc franchise-omat, mert gondolom nem is ez a helyzet, hanem nagyon sokat vártam a rendezőtől magától, tehát hogy jó sci-fit, nagy volumenű filmet régen alkottak, és jól jött volna ez, hogy ez így feléleszti ezt a műfajt. De nekem csalódás volt abszolút. És akkor másik részt meg se néznéd, vagy annyira azért nem haragszol rá? Muszáj lesz. Tehát, hogy nem, ez abszolút szakmába vág ilyen szempontból, biztos, meg kíváncsi is vagyok rá, de a nagy reményeimet most már lefarigcsáltam egészen apró reményekre. Igen. Azért ezt így furcsa hallani, hogy gyakorlatilag ennyire megosztja a közönséget a Prometheus. Tehát ahhoz képest, hogy ez hogyan kezdődött, hogyan vágtak neki, mekkora titkolózás volt, és úgy vezették fel, hogy na majd mekkorát fog ütni a film, ahhoz képest engem sok szempont most egy utólag elmondhatom, hogy nagyon visszatartott a Prometheus megnézésétől ez. Tehát nem tudom, hogy a Prometheus egyébként mekkorát üt az Alien univerzumon is, vagy csak saját magát ostorozza az esetleges sületlenségével. Zoli, Alient azt hagyd úgy ki, ahogy van, tehát ez ne játszon szempontot a megnézésben, én azt mondom, mert úgy egyértelműen visszaüt a hatásban. Tehát, nem. Szerintem a legnagyobb hiba, amit az ember tehet, a Prometheusról beszél, hogy állandóan előhozza az Alient, mert felesleges tényleg. És ez nem is tudom, hogy az elején, ahogy visszaolvastam, a készítők egyre kevésbé emlegették ezt, mert szerintem tudták nagyon jól, hogy ez visszafelé fog elsülni, és éppen ezért próbálták valahogy pontosan így még menteni, ami menthető. Zoli, ezt mint egy skifi nézd, én azt mondom, legalábbis az első rész alapján én azt mondom, hogy mint skifi, lehet, hogy a másodikban már sokkal jobban bevonják ezt a Alien történetszálat, de én ezt tudom neked tanácsolni. Hát, meglátjuk. Valaki egyébként ragadt a kutyus. Azt azért még hozzá kell tenni, és ez nagyon fontos információ, ami sok mindent megmagyaráz, hogy a Ridley Scott az ugye híres arról, hogy folyamatosan átírja a szkripteket. Forgatás közben, tehát a Robin Hood az azért csapott akkor, ez egy fantasztikus filmötlet volt eredetileg, folyamatosan átírta, hogy forgatták, és ezért lett belőle egy ilyen középszerű akciófilm. Itt is ez a helyzet, hogy olvastam ezt a cikket, ezt az Interfailing Medic interjút vele, hogy
hogy útközben annyira megtetszett neki egy adott történetszál, hogy ráírta a film további részét, és ezért ugrál annyit össze-vissza, meg ezért tűnnek el és jönnek elő új történetszálak, mert ez egy ilyen folyamatában fejlődő film volt. Akkor Gergő, egy kérdést még, anélkül, hogy elmondanánk, hogy mi a jelenet, vagy akármi, csak egy igen-nem választ, vagy ilyen jellegű választ mondjál. A film utolsó jelenete szerinted kínos volt inkább, vagy látványos? Csak az utolsó jelenete? Csak az utolsó jelenete. Akkor úgy azt mondanám, hogy látványos. Hogyha előtt láttuk a film többi részét is, akkor én akkor már sírtam. Jó. Én inkább kínosnak éreztem meg kifejezetten rondának, de mindegy, akkor mindenki döntse el, hogy... Na hát Zoli, remélem a 16. kiadásra csak bepótlod, mert akkor röviden a te véleményedre is. Akkor már hozzuk elő háromszor is ezt a filmet, mert ilyen még nem volt, hogy ennyiszer újráznánk, de ez már nem hagyható ki. Igyekezni fogok. Egyébként most nézem az IMDb Ridley Scottnak a profilképét, és hát én nem csodálkoznék rajta, hogyha ennek az embernek a pályáját szervesen átjárta volna az alkohol is. Hát. Igen, szomorkás a hangulata máma. Igen, kiviszi hát bajt. Most azt hiszem Szárnyas Fejvadász 2-t készít elő, ha minden igaz. Ajj. Nem volt elég az Alien-nel szórakozni. Nem tudom. No. Akkor... Majd menet közben arról is kiderül, hogy nem Szárnyas Fejvadász. Hát lehet egyébként. Én egyébként úgy vagyok a Szárnyas Fejvadász, hogy szerintem egy kicsit túlértékelt film. Tehát látszatra szerintem mindenképp megelőzte korát, én ezt aláírom, de így összességében nem tudom valahogy, nem nevezném kultfilmnek, tehát lehet ez az én véleményem. A Szárnyas Fejvadászról csak annyit tennék hozzá egyébként, hogy szerintem hozzáállás kérdésem, mert általában én is úgy vagyok vele, hogy a Szárnyas Fejvadász túl van misztifizálva, több mint 2 óra hosszú, nem történik benne semmi, szerintem Vangelis zenéje nagyon nem illik bele, mert iszonyatosan látszik, hogy az a zene, az a búgásszerű zene, ami alatta van. Én folyamatosan, mondom, küzdök az elalvással, amíg nézem ezt a filmet, azzal a búgással alatta, viszont egyszer valami buli után, nem tudom, de így csontrészegen, betettük a Szárnyas Fejvadászt, hogy menjen, addig, amíg nem értne, és nagyon bejött. Átjött az egész érzés, tisztára ott voltunk, totál szomorú voltam a végére, én nem tudom, hogy miért, de annyira átjött a Szárnyas Fejvadászt, mondjuk rövidebbnek is tűnt, de ott nagyon átjött. Úgyhogy lehetne második részre is, ami hasonló állapotba fogok beülni, hátha. Tehát akkor ittosan kell nézni de... ez a recept. Próbáld ki hátha. Aha, jó van, oké. Na, akkor beszélnék röviden egy másik úgymond kultfilmről, ami szintén megosztja az embereket szerintem, mint a Prometheus, mert ez a film nem más, mint a Blair Witch Project, magyarul az Ideglelés, amit szerintem nem is olyan régen, kb. Negyedszerre láttam már, annól még moziban láttam, teljesen magával ragadott ez a koncepció, és szerintem a mai napig egy marketing mestermunka, hogy ez a film elő lett készítve a közönségnek. Röviden a filmről, aki még nem látta volna, ha van ilyen, hogy 3 egyetemista elment egy ilyen film főiskolás projektként felvenni egy ilyen dokumentumfilmet a Blairi boszorkányról egy Burkittsville nevű faluban, és hát ahogy másszák az erdőt, járkálnak össze-vissza, folyamatosan egyre mélyebben belesétálnak az erdők közepébe, és nem jutnak már ki, és folyamatosan egyre furcsább zajok veszik őket körül. Úgyhogy nagyon ilyen félelmetes helyenként, ez most biztos sokan tiltakoznak ezzel a kijelentéssel, de... Hát, nem is félelmetes. Igen, tehát nem tudom, szóval ami a Paranormal Activity-ben nálam egyáltalán nem működött, mert szerintem az egy borzasztóan tréfilm, csak az elsőt néztem, az itt működik. Tehát én azt mondom, nem csak azért, mert ez úgymond egy korszakalkotó film, bár most megint jönnek egyesek, hogy ez nem is korszakalkotó, mert a Cannibal Holocaust ugyanazt megcsinálta korábban, ez így van, de azért hozzá kell tenni, hogy a Blair Witch Project nyitotta el ezt a
úgymond found footage zsánert, vagy ezt a rászkodó kamerás zsánert. És hát nem tudom, hogy álltok hozzá ez a filmhez? Zoli? Még szerem össze maga. Én elmondom őszintén, hogy én két részre értékelem. Egyrészt szerintem nagyon-nagyon jó volt az a film, tehát egy olyan ötlettel rukkolt elő, ami egyszerűen elképesztő volt. Tehát ennyire low budget megoldásból egy ilyen sikert lehessen csinálni, te is mondtad, gyakorlatilag az internetes marketinget kihasználva, talán mindenki tudja, hogy mi volt a marketing gépezetnek az alapja, az, hogy ez tényleg megtörtént, és tényleg ott volt ez a kazetta, és ezek tényleg meghaltak, akiket ott látnak, és ezt mindenki meghajálta. Igen, és mindenki ráadásul a ilyen, és megnézte. Igen, és úgy adták elő, még hónapokkal a premier előtt, hogy ezek a, tehát ezt kifejezetten kiraktak ilyen jelentéseket, hogy keresünk három főiskolást, eltűntek, stb. Tehát, és ezt rengetegen igen. bekajálták, és hát jó, mondjuk kicsit gondolkodik az ember, rájöhetne, hogy miért adna le egy ilyet a mozi, de csomóan hisztérikusan kirohantak Amerikában a moziból film közben, meg ilyenek, mert tényleg elhitték. Igen, itthon is. Nekem voltak olyan osztálytársaim, akik így szándékosan így betépve ültek be a Blair Witch Projectre, és szívrohamat kaptak majdnem. Hát úgy rohantak ki, zokogtak, minden bajuk volt. Aha. Hát ez az egyik aspektus, hogy lehet vizsgálni nyilván a filmet, ami egyébként tehát kár tagadni, hogy egy zseniális mű. Viszont a másik oldala az, hogy a készítők, most nem is azt mondom, hogy szerintem, mert, tehát, hogy megnézik a később műveket, ezt a sikert képtelenek voltak reprodukálni. Ez az Eduardo Sánchez, aki társrendező volt a Blair Witch Projectben például, ő jegyzett 2008-ban egy Seventh Moon nevű horrorfilmet, amit én hülye fejjel megnéztem, és hát, ha már láttatok iszonyatosan dögre unható, borzasztóan gagyi, amatőr, trágya horrort, hát az tipikusan az. Tehát ez tipikusan az a film, amit még a DVD polcra sem visznek ki, mert pont annyival kerül többe, mint amennyit nem fog visszahozni soha. Uh-huh. Tehát egyszerűen annyira szánalmas, hogy nem tudom. Tehát nem tudom, mi a jó szó erre. Az én szememben ez a Blair Witch az alátámasztotta azt, hogy ennek a sikere egyszerű volt és megismételhetetlen. Uh-huh. Amit egyébként később az utána jövő film, bár nem igaz, mert végül a Paranormal Activity-nek sikerült. Meg a Retsznek is. Ja, igen. Igen, én azt mondanám ezzel kapcsolatban, mint jól ki is emeltetek, hogy ez egy nagy esemény volt, meg ez egy nagy újítás volt film, hát ilyen mainstream film szempontjából. De hogyha ezt mind lehántjuk róla, ezt az először találkozott az emberiség ilyen, meg nagyon jól eltaláltak a marketinget, én akkor is azt mondom, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jól eltalált pszichológiai horror. Abszolút. Tehát ezt meg kell azért adni a filmnek, hogy még hogyha ezt kiveszük belőle, meg stb., akkor is, ahogy mondtad, hogy a Paranormal Activity-nál sokkal hatásosabban van megvágva, keverve és előadva az egész. És ebben nagyban hozzájárul... Én nagyon kis gyerek... Mondja csak. Én ebben hozzátenném, hogy a karakterek nagyon életszerűek voltak a Blair Witch Projectnél, amit a Paranormal Activity-ben rohadtul nem tudnék elmondani, mert az a fickó, a barátnőjének, a barátnőnek, na, a csajnak a barátja, az egyszerűen olyan visszataszítóan, idegesítően viselkedett, és egyszerűen nem tudtam egy pillanatig se szimpatizálni vele, míg a Blair Witch Projectben teljesen életszerűen viselkedtek az emberek, tehát beszartak, amikor egy igazi ember is beszarna, ugyanúgy viselkedett, amikor azt mondták, hogy eltévedtünk, nem tévedtünk el, itt vagyok, meg minden kontrollat van, stb. Nagyon tetszett ez az egész, és ezt hozzá kell tenni, hogy ez azért néz ki ennyire ilyen autentikusnak ez az egész, ahogy viselkednek, mert tényleg nagyjából úgy is volt, mert ezt csak utólag olvastam nemrég, hogy effektíve a szereplők tényleg magukra voltak utalva, és ők forgattak mindent, és a készítők, úgymond a rendezők, azok a távolban voltak csak, tehát a színészek nem találkoztak velük, hanem kis üzenetekben írták ki, hogy mit tudom, mit csináljatok, hogy menjetek erre, meg amikor a hangokat hallják, azt például effektíve nem tudták róla, hanem tényleg ők csinálták a hangokat. Meg van az a jelenet, amikor egész nap sétálnak, és ugyanoda kerülnek vissza, ahonnan elindultak egy ilyen kis pataknál, és teljesen kiakadnak a színészek, hogy hogyan rohadt életben, hogy egész nap potyára mentek, és ez például tényleg így volt, mert
tényleg egész nap potyára mentek, mert úgy vezették őket, hogy, hogy nem vették észre. És szóval ettől ilyen, ilyen jó működő film ez szerintem. És hozzá kell tenni, hogy a vége szerintem, most csúnyát mondok, de kurva jól el lett találva. Tehát én ott a filmben, a film közben a moziban így ültem, és azt a rohadt élet, ez de kurva jó volt. Igen, és ez az, ami megosztja az emberek nagy részét egyébként, tehát amennyire hallom, mindenkinek az, vagy ez a vég az nagyon tetszik neki, vagy baromira utálja, mert tehát ez nem egy vég, meg kikérem magamnak, de szerintem ez annyira feltett az íra a pontot, tehát hogy, hogy emlékszem, hogy én úgy láttam már, hogy tudtam, hogy ez nem igazi, de mégis amikor lóbálják a kamerát és nem látni, mi történik, hogy azon kaptam magam, hogy fordítom utána a fejemet, hogy felnézzek, tehát hogy, hogy annyira, annyira beleéli magát az ember a karakterben, annyira ő a kamera maga, hogy a, ez a lezárás, ez tökéletes volt. Igen. Ellen, igen? Én még azt hozzátenném, hogy a Blair Witch Projectnél szerintem nagyon sokat dobott a hangulaton, hogy iszonyat jó volt a helyszínválasztás. Igen. Ez így nagyon egyszerűen tűnik, hogy persze az erdő mértékes, de azon kívül költséghatékony, azért gondoljuk bele, mennyire elemi félelme az embernek az, hogy eltéved az erdőben. Igen. Tehát ez, ez szerintem ugyanolyan, mint például mondjuk, hogy egy magadra maradsz egy csontüres városban, mint amit például szerintem nagyon kihasználtak 28 nappal későbben, vagy hogy mondjuk maradjunk ugyanennél a témánál, hogy mondjuk zombik lesznek körül, és mondjuk bent bezárva maradsz mondjuk egy szupermarketben. Ugye mondjuk a holtak hajnalat. Tehát vannak olyan elemi tényleg félelmek, amiket, amikre simán lehet filmeket alapozni, és innentől kezdve ez már csak egy igazából adja a forgatókönyvet, gyakorlatilag most, ahogy a Blair Witchről beszélünk, szinte még az sem kell hozzá, mert ez alapja, hogy a rendező ott csak cetliken kommunikál a színészeivel, mindent más, meg adhok szül a jelenet, ez nagyon forgatókönyv se kell. Tehát igazából ezt jelentek, ez szerintem már csak a rendező tudja elszúrni. Igen. Hát meg a vágó azért rendesen ezt azért hagyjuk meg. Igen. Igen. Összerakva a jelenetek, hogy, hogy nagyon hatásos volt. Igen. Főleg amikor, ahogy említettem, amikor a sötétben hallják a hangokat, az vérfagyasztó. Igen. Meg azt is hozzátenném, hogy na most elfelejtem, mit akartam mondani. Azt a rohadt. Ez cikk is. Na jó van. Akkor mondjuk azt, hogy a második filmet látta-e esetleg valaki? Blair Witch 2. Én láttam. Gergő? Nem, közében nem mentem. Láttad. Na, én még moziban láttam, Zoli, ezt übereld. Láttam én is moziban. Azt a mindenit. És neked, neked hogy... És te láttad a Blair Witch 3-at? Olyan nincs. Ó. Várjál, ez megjel? Várjál, volt olyan? Az még tervezve van. Vagy csak videójátékon játszottam? Az csak videójáték. Ez lehet, hogy videójáték volt. Várjál, de most hülyeséget mondtam? Nincs Blair Witch 3, tervezve van. Na, addig elmondom, ami eszembe jutott az előzővel kapcsolatban, hogy olvastam én nagyon érdekes dolgokat a Blair Witch Project-tel kapcsolatban, hogy például az erdős rész az egy nagyon kis erdő volt, és szinte végig az út mentén voltak majdnem, tehát így simán oda találhattak volna, ha jön akartak volna. Tehát nagyon jól használták a kamerákat, hogy ez ne tűnjön fel. A ház egyébként, ahol a finálé van, ott az már azóta le lett bontva, mert annyi ember ment oda, hogy az már ilyen életveszélyes volt, úgyhogy inkább lebontották. És olvastam még egy nagyon vicces dolgot, hogy a Blair Witch Project annyira, hogy mondjam, megihlette az amatőr filmeseket, mindenki elkészített egy saját verziót, hogy azon a környéken annyira ellepték az ilyen, ilyen amatőr filmesek azt a környéket, hogy ilyen pocsék vadász szezon volt azon a helyen, mert az összes vadat eltolgatták az emberek. Úgyhogy én tényleg azt mondom, nézzetek fel az IMDb-nek a trivia részébe, mert nagyon-nagyon izgalmas dolgokat látni ott. És onnan tudtam meg például, hogy a Blair Witch Project 2-t például nem is akarták rögtön kiadni ennyivel az első után, mert a eredeti filmesek teljesen azt akarták, hogy lecsillapodjon ez a hisztéria, és utána egy újult erővel kitálnak valami frisset, de a produkciós cég minden áron minél gyorsabban akart valami, és ez azért megmagyarázza, hogy a film miért nem lett olyan jó, mondjuk, mint az első, bár nem is akarta szerintem azt felülmúlni, mert teljesen más stílusban is lett forgatva, tehát nem ilyen kézikamerás, csak néha, de hát nem tudom,
kicsit olyan dimenzió átugró az egész, mert arról szól a második film, hogy az első film annyira nagy siker lett, hogy az emberek így szervezetten el akarnak menni a helyszínekre, és egy ilyen szervezett túrát kísér el a kamera, és hát nagyon furcsa dolgok történnek velük is, és hát nem tudom, Zoli, hogy állsz ez a filmhez hozzá, mert szerintem valóban nem egy hát nem tudom, nehéz kimondani, szerintem jobb, mint mondják, de egyértelműen messze nem olyan jó, mint az első. Hát igazából ugye a második résznek a teljes címe ez a Book of Shadows, Blair Witch 2. Egyébként mi az a Book 2? Of Shadows, mert ez nem derült ki a filmben egyébként. Hát én meg már régen láttam, tehát én sem tudom, mi az. Nem találnak valami könyvet? Semmi ilyenből nem tehát, volt szó. Tehát semmi könyv nincs a filmben. Hát nem tudom. Szerintem ez a Blair Witch 2 oldat az, amin igazából fönnakadtak az emberek, ami miatt duzzogtak. Uh-huh. Mert ez a film Book of Shadows néven egy Blair Witch-like valami, nem tudom, ilyen követő film simán lehetett volna. De így, hogy ráfogták, hogy folytatás, és így adták ki. Így szerintem valahol azért jogosan verték az emberek az asztalt, ráadásul úgy, hogy mondjuk az eredeti Blair Witch az valami, most bocsánat, lepuskázok, éppen nézem a box office mojót, tehát $60,000 készült, a folytatásban meg 15 milliót öltek bele, és igazából a végeredményen annyira nem látszott. Tehát biztos használtak egy jobb kamerát, jó, kellett hozzá egy összetört autó, úgy. Hát, meg az játék de... volt azért rendesen, nem? Igen, tehát azért ez inkább hasonlított egy igazi horrorra, ahogy elképzeljük, tehát voltak véres jelenetek, a vágás szempontjából mondjuk nem volt éppen toppon a film, azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon el lett hamar kodva, vagy kapkodva ez az egész vágási folyamat szerintem, így nézőként ezt állapítottam meg. De maga az alapötlet szerintem kifejezetten jó, hogy játszik a dimenziókkal, hogy nem egy egyszerű folytatás a Blair Witch dimenzióban, hanem azon felül, tehát kicsit a film a filmben, úgymond. Csak nem tudom, a végkifejlett, nem tudom, valahogy többet ki lehetett volna hozni ebből. Nekem már közön is mi volt a vége. Igazából az volt a filmnek a lényege, hogy a csoport így átél ilyen olyan dolgokat, ami nem történt meg, de a külvilágnak úgy látszik, tehát a boszorkány úgymond átverte őket, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy... És egymás nyírják ki. Hát igen, tehát úgymond a rendőrség őket kapja el. Szóval nem akarom lelőni a film poénját, de úgymond a boszorkány így kijátsza a feleket. De szerintem meg lehet nézni, egyébként borzasztóan katasztrofális a két Blair Witch Projectnek a DVD kiadása, azt hozzá kell tennem. Az ideglelés, tehát az első rész DVD kiadása az valami olyan szinten felháborított, az új kiadásról beszélek, nem a régiről, a Miraxos kiadásról. Én nem tudom, ti láttatok már olyat, hogy egy feliratnál a felirat egészen addig látható, amíg nincs új felirat? Tehát hiába beszélt valaki, hogy hello, ott van kiírva, hogy hello, és utána lehet, hogy egy percig nem beszélnek, de egészen addig kim van az, hogy hello. Tehát így néztem, mondom, miért nem tűnik el a felirat? Egy perce nem beszéltek, és mindig ott van az, ami két perccel ezelőtt lett mondva. Szóval így néztem, hát ez egyszerűen borzasztó. Felháborított, komolyan mondom. Úgyhogy jó, hiába 1000 forint, de szóval ez nem mentség. A 99 forintos DVD-knél nem láttam ilyet. Úgyhogy, ja. Úgyhogy én azt mondom, meg lehet nézni a Blair Witch 2-t, de nem igazából szükséges. Úgyhogy ha terveznek egy harmadik részt, egy rebootot, vagy én nem tudom micsodát, szerintem egyértelműen sokkal többet fognak ebből kihozni. És ráadásul felnőtt azóta egy teljesen új generáció, ami szintén sokat fog majd változtatni szerintem a fogadásban. Hát a Blair Witch 3 szerintem nem valószínű, mert túl sok idő telt el már ugye a kultikus első rész óta, amit ráadásul hát kisebbet vagy nagyobbat, de mindenképpen belerugott a Blair Witch 2.
A rendezők azóta sok mindent nem csináltak. Mondjuk én tudok egy filmről, azt már korábban elmondtam, mit csinálta Sanchez úr. Nem hiszem, hogy itt lesz. De, és meg nem igazán látom létalapját annak, hogy rebootoljanak egy kézikamerás filmet, aminek ráadásul pont az adta az apropóját, vagy az adta a sikerét, hogy újdonság ereje volt. Uh-huh. Tehát ez valahogy ugyan... Bocsássatok meg, de hogy ezzel azért vitatkoznék, mert a Paranormal Activity, amikor bejött, hát az minden volt, csak nem meglepő vagy újdonság. És annak mégis volt egy jó marketingje, mégis volt egy svungja. Én nem mondanám azt, hogy azért, hogy a Blair Witch Project az csak az újdonság miatt volt sikeres. Tehát ez a formula, amit a Blair Witch csinált, ilyet mondom, a Rats volt még talán hasonló, de hogy több válfaja van ennek a kézikamerás horrornak, és szerintem olyat ritkán látni. Úgyhogy akár még ebből a szempontból szerintem jó is lehetne. Csak, hát igen, ahogy mondtad, a készítők nincsenek nagyon a toppon. Mm-hmm. Hát igen, de mondjuk az egyik hozzá, hogy ott a Rats-nél... Mondjad, Zoli. Bocs. Nem mondjuk a Rats-nél, de volt mögötte azért egy betonkemény történet. Mondjuk az első részről beszélek, nem a másodikról. Mm. Mert a második az... Tessék? Nagyon jogos, mondja csak. Mert a Rec 2 az valami, hát, tehát azt a misztikumot, amit az első rész felépített, tehát nem tudtad, hogy mi történik, csak valami van, az okokat azokat igazából csak ilyen kapkodó kamerákból, időnként, ami megpihent az operatőr, nevezzük úgy, abból tudtad kisilabítani, hogy valami van, lehet, hogy van valami vallási háttér, de lehet, hogy nem, mert egymás mellett van a kereszt, meg a kémcső, tehát mit tudom én, hogy mi a fene történhetett. És ezt a második rész, ami olyan szinten beletörölte a lábát, és ráhúzott egy ilyen tipikus amerikai commerce tucat marhaságot, hogy itt a sátán, és megidéztük a sátánt, és ő volt itt a spanyol bérházban, mert megidéztük a sátánt, és ez tehát miért kellett ez? Tehát sokkal jobb volt az egész addig, amíg nem tudtuk, hogy mi az. Kicsit igaz, ez nem tudom, ki mondta ezt, hogy tényleg sokkal jobban félünk attól, amit nem ismerünk. Tehát egyszer láttuk, akkor nem véletlen az, hogy zombis filmekből most már nagyon kevés az, ami tényleg meg tudja ütni a lécet. Uh-huh. Láttunk tényleg gondolkodó zombit, a fidót láttunk, fűnyíró zombit, már mindenfélét láttunk, és ezért hiszem azt, hogy szerintem a Blair Witch is nem volt rossz az ez a történet, de mondjuk az olyan nagyon nagy története nem volt a Blair Witch. Tehát 3-4 ember ott keringett az erdőben, ezt rebootolni, nem tudom. Hát de mégis szórakoztató volt. Hiába egyébként azért hozzá kell tenni, hogy nagyon, nagyon rövid film, tehát azt hiszem valami 75 perc, vagy valami 78, tehát azért tehát nem húzták túl sokáig, de ennek ellenére tényleg nagyon, nagyon szórakoztató volt. Egy pillanatig nem mondtam. Hiába láttam egyedére. Abszolút, és mert itt... Igen. Itt nem igazán a történet a lényeg, mert ahogy megint felhozom, a Paranormal Activity-nél se történt igazából semmi, de a karakterekkel lehet azonosulni, és szerintem ez az, aminek még van létjogosultsága, hogy egy új közegből ráncsunk ki embereket, akik reagálnak egy ilyen fajta találkozásra. Uh-huh. Talán. Egyébként én azt még megjegyezném, hogy a Paranormal Activity-nek az első része, sőt, ugye, de megkockáztatom, nekem tetszenek a Paranormal Activity filmek. Tessék, kimondtam. Túl sok ilyen réteg filmmel jössz elő, ami sokkolja az embereket, mert ez már nem tudom, hanyadik a... Most nem mondom a Piranya 3D, mert arról később még beszélünk. Mi volt az Alkonyat után? Hát bár ez már nem akkora sok szerintem az Alkonyat után, de szerintem az első... első Paranormal Activity annyira untatott, és annyira felidegesített igazából, hogy borzasztó. Pont ezt tetszett benne. Mi az, hogy untatott egy film? Az, hogy tudom, hogy téged mi untatott, de engem pont ez filázott fel. Tehát, hogy hagyták azt, hogy ezek a biztonsági kamerás felvételek, azt hiszem, hogy az volt, de lehet, hogy akkor még a kamerát támasztották le, nem emlékszem. De hagytak arra időt, hogy letettek egy kamerát, és csak vették az ajtót. És én hülye, így néztem mellettem az ajtót, hogy hol fog valami megmozdulni. És azt vettem észre magamon, hogy minden egyes jelenetnél kurvára nézem az ajtót. És az első kettő után, mert azt már magamat pocskolni azt, hogy a kurva életben nem tudom áttekerni ezeket a jeleneteket, hogy pörögjön egy kicsit a film, de minden egyes alkalom, amikor beraktok egy ajtót, egy tükröt, néztem, hogy mi fog megmozdulni.
Tehát nem tudom, nekem valahogy ez így működött. Jó, oké, mondjuk talán a második részben abban van az, hogy kinyílik az összes szekrény ajtó, meg a fiókok, meg az ilyenek. Azt nem tudom, de mondjuk azon én megfagyott bennem a szar is. De mindegy, nekem bejött. Tehát nekem nagyon tetszik az, hogy azok a horrorfilmek, amik nem kapkodják el az jeleneteket, nem azzal akarják rám hozni a frászt, hogy valami hülye gyerek kiugrik a sarokból, hanem tényleg hagynak, szánnak rá időt, hogy itt egy jelenet, felvesszük, és csak ott vesz, éld bele magad, vedd fel a ritmusát, és egyszer csak bum, rád hozzuk valamivel a frászt. Nekem ez így, nem tudom, így bejött. Ez jó, ez érdekes. Abszolút egyetértek ebben veled. Nekem egyedül az zavart az első részben, meg utána a továbbiakban is egy kicsit. Bár a három ilyen szempontból bepótolta ezt nekem, nekem azt tetszett igazából a háromból a legjobban, hogy ez a felvezetés ez nagyon jó, de kell ezt valahova elvinni. Tehát, hogy kell a végén egy nagy sok az embernek, mert nekem az egy emelkedés volt, egy hú, most ez húha, na, egyre jobban félek vége. Tehát, hogy nem volt meg benne az a fung, az a teljes pánik, ami például a Blair Witch-ben abszolút benne volt bennem a végén. Meg azért hozzá kell tenni, hogy ritka béna a Paranormal Activity 1-nek, én csak azt láttam, úgyhogy csak azt tudok hozzászólni a trélere, hogy gyakorlatilag mindent megmutatott, ami fontos volt abban a filmben. Kezdve a befejezésétől, kezdve az összes ijeszegetős jelenetől, tehát ha van egy olyan film, ahol átverve érezni maga a megnézés után, akkor az, mert semmivel nem nyújtott többet az én szememben a film, mint a trailer. Hát, szerintem egy kicsit egyébként nem alakult az a trélere, hogy a nézőtéren mindenki be van parázva. Igen, ezek a lefizetett statiszták, nem tudom. Mondjuk azt egy kicsit túlzásnak éreztem én is, tehát azért ennyire nem volt ijesztő a Paranormal Activity, hogy mindenki tényleg ott kiugráljon a gatyájából, meg beletúrja a csaja a fejét a pali a hónaljába. Igen. Ezt kicsit azért túlzásnak éreztem, de valamivel fel kell kelteni az emberek érdeklődését. Hát inkább a Paranormal Activity-re, mint a Sleeping Beauty-re, szerintem. Oké. Hát akkor ez egy jó végszó volt a témakörben szerintem. Zoli, akkor te jössz egy dél-amerikai hadjárattal, mert rögtön három filmmel is jössz most. Tekintve, hogy már 66 perce vagyunk adásban, én azt mondanám, hogy összeszedem magam, hogy az elsőt mindenképp jobban fejtsd ki, mert azt szerintem elég sokan ismerik és szeretik. Másik kettőről meg majd röviden. Röviden, jó. A lényeg az, hogy most így próbáltam ráfüggni a periférikusabb alkotásokra, és erre való bemelegítésre jelentően újra elővettem ez egyik fantasztikus brazil filmet, aki nem ismerné, ez a 2002-es Isten városa. Ez egy rendkívül nagy sikerű brazil alkotás, jelenleg az IMDb top 250-es listáján 18. helyen tanyázik. Folyamatosan ingázik, mert összesen pár hónap ezelőtt 30-on volt, vagy valami ilyesmi, tehát így szépen hullámzik. A lényeg az, hogy amennyire én tudom, ez egy olyan srácok a történetét mondja el, aki a brazil favellába, tehát igazából a nyomornegyedből tört ki, és azzal szerzett magának kvázi hírnevet, hogy ő volt az első, aki befotózta ezt a nyomornegyedet. Ez így önmagában mondjuk egy európai vagy magyar fejjel gondolva, annyira nem egy nagy durranás, mi lehet azon nagy durranás, hogy valaki szétfotózza, mit tudom én, a nyolckörnek a lesötétes szakaszait. Amit tudni kell, hogy a brazil favelának ez a része, amit itt a filmben Istenvárosaként, csak kicsit racsolok valamiért, amit itt Istenvárosaként emlegetnek, ez egy annyira veszélyes és retteget környéke Brazíliának, hogy a korhatalom, tehát a rendőrség sem mer bemenni intézkedni. És van átszövi a drog, a fegyverek, a fiatalkorú bűnözés, a prostitúció, amit el tudtok képzelni. Olyan jelenetek vannak benne, amit csak tényleg az ember elmormol a film végén egy imád, hogy csak idáig ne jusson el Magyarország, de ezt most viccen kívül mondom. És sokkoló a film. Tehát tényleg látni ezt a világot, amiről olyan nagyon-nagyon keveset tudunk. Nagyon jó. Nagyon jók a párbeszédek, fantasztikusan jók a színészek, és maga az egész világ. Annyira jól van megcsinálva, hogy
Én komolyan mondom, hogy középsuliba azért én időnként levetíteném embereknek. Nagyon sokat lehet belőle tanulni. Tartásról, emberségről, nagyon sok mindenről. Tehát tényleg vannak benne tényleg igazi értékek. Ez is nagyon szentbeszédnek hangzik, de tényleg, hogyha megnézi valaki ezt a filmet, akkor érteni fogja, hogy mire gondolok. Zoli, nem ez az a film, ahol egy testvérpárt követünk figyelemmel? Tehát az egyik az ilyen bűn szervezetbe kerül, a másik lesz a fotós, jó? Nem keverem itt össze? Szerintem ugyanarról beszélünk, de ez még valahol az elején szétágazik. Tényleg van benne egy testvérpár, aha, és tényleg az egyikük fotós lesz. De hát a film történet az ennyire érzik komplexebb. Egyébként nagyon ügyesen megcsinálták, hogy ezt egyébként amúgy, hát legyünk őszintén, nem a stáci érdemeit akarom csorbítani, de azért maga ez, hogy hogyan lesz a nyomornegyedbeli srácból világklasszis fotó, ez a történet nem igazán vonzaná be az embereket. Tehát ez így túl sok embert nem értek el, többek között engem sem. De ezt nagyon ügyesen megoldották, ezt is szépen a háttérbe tolták, és igazából a srác egy mesélő szerepet tölt be a filmben. Elmeséli, hogy hogyan jutott hozzá ezekhez a képekhez, hogyan jutott be a legkeményebb, legvadabb bűnszervezetnek a szívébe. Hogy tudta azokat a képeket megcsinálni, amit később bemutathatott annak a világnak, többek között Brazílián belül is, akiknek lövésük nem volt, egy jó hasonlat, tényleg lövésük nem volt arról, hogy mi zajlik ott a favela falain belül. Nem, hogy még bejussanak a hadvezérnek a fészkébe, aki ráadásul egyébként 18 éves környékén van. És, tehát tényleg, amikor látod, hogy úgy buliznak a favellán belül, hogy mindenkinek a kezében ott virít a M16-os, meg minden különböző nagykaliberű lőfegyver, és teljesen hétköznapi módon, mintha mondjuk itthon mondjuk egy sörös üveg, vagy mondjuk egy pohár margarita van a kezedbe, ott egy gépfegyver, vagy egy uzi. Tehát ebbe a közegbe nem csoda, hogy nem mernek bemenni a rendőrök. Úgyhogy tényleg, akit akar erről egy jó közelítő képet kapni, vagy akár, hát ugye a készítők maguk is, úgy tehát brazilok, így könnyen feltételezhető, hogy talán ez van némi fogalmuk arról, hogy mégis mit kaptak lencse végre. Nem tudni, ez egy igaz történeten alapszik? Tehát aki írta igaz ezt, az ezt átélte, vagy nem tudod? Én úgy tudom, hogy életrajzi ihletésű a történet. Hogy ebből mennyi igaz, azt nem tudom, de jó közelítéssel, amit látunk, az azért megtörténhet, vagy legalábbis így történhetett. Tehát autentikusnak tűnik legalábbis. Igen. Nem tudom, ezt láttátok egyébként? Én azt hiszem láttam feléig, mint hogyha láttam volna, de nem azért, mert rossz lett volna a film, hanem ugyanemlékszem, hogy elaludtam rajta, mert fáradt voltam, de amennyit láttam erről, azt tényleg nagyon tetszett, de furcsa módon azóta sem pótoltam, de mindenképp fogom, mert tudom, hogy nagyon tetszett. És megmaradt bennem ez a két sors, úgymond ennél a testvérpárnál. És kicsit azért van benne hasonlat, szerintem a Gettó Milliómos is hasonló története van szerintem, de hát azért szerintem klasszisok vannak a két film színvonalában. A Gettó Milliómos nekem tetszett. Hát nekem is tetszett, de azért nagyon, nagyon limonádés volt helyenként. Ez egy ilyen hollywoodi, igen, tehát hogy annyi volt benne az utalás, hogyha az ember megismerkedik ezzel a filmes körrel, akkor így érti. Tehát az a végén a spontán tánc például volt, jó, az, ami persze, nekem... Igen. Ott kimentem. Így retrospektív érthető, akkor nem. Nem, mert itt az Istenvárosában ilyen nincs. Tehát itt tényleg benne vannak olyan dolgok, amiket Hollywood nemhogy nem csinálna meg, meg se fordulna a fejébe, hogy ilyet megcsináljon. Hát ilyen 6 éves gyerekeket sorban lából lőnek, meg ilyeneket, tehát így... Brutális a film. Tehát akkor filmdráma a javából. Elég kemény filmdráma. Igazából talán nevezhetjük bizonyos szempontból, persze szűkebb értelemben, de egy társadalmi drámának is. Jó. Na, Zoli, hát akkor... És hogy mindjárt is... Igen. És hogy át is vezessen mindjárt gondolatot a következő darabra. Míg az Isten városában megkapjuk a képet a favellákról, illetve annak lakóiról. A másik film, a
Elite Squad névre hallgató. Tudomásom szerint szintén brazil film, azért mondom, csak tudomásom szerint, mert most így a felvétel elején Freddy kiigazított, hogy a zóna, amire majd harmadjára kívánok rátérni, az valójában mexikói, de majd erről is kiderül, hogy mi is igazán van-e most sem. Igazából az Elite Squad, az meg pont ennek a dolognak a másik oldalát kívánja bemutatni. Tehát azt, hogy a brazil rendőrség hogyan működik. Uh-huh. Tehát az a rendőrség, aki nem mer bemenni a favellába, és azt akarja bemutatni, hogy ők hogyan működnek. Hát az meg aztán az meg a párja. Tehát úgy képzeljétek el tényleg azt a helyzetet, amikor azt tartja fenn a rendet, hogy igazából a bűnözők és a rendőrök mindkét oldalon igazából tudják, hogy nem érdemes elkezdeniük háborúzni, pont az, amit mondtam, hogy a diszkóban is mindenki állik fel van fegyverkezve. És nem állnak neki ezzel szórakozni, mindkét oldalon rengeteg halottat termelnek ki, és úgyse lenne vége, mert mindig fognak újak jönni, és inkább kitalálják azt, hogy jó pénzért cserébe a rendőrök békén hagyják a favellát. Mm. És ez annyira elfogadott, hogy igazából ebben a filmben annyi az, ami valódi, hogy mondjuk nekem helyzeti előnyöm van, mert egy korábbi munkahelyemen volt egy brazil kollégám, és ő mesélte arról, hogy tényleg létezik a brazil elitosztag, aki a rendőrségen belül egy teljesen izolált szervezet, és gyakorlatilag karhatalmi terror szervezetként működnek. Tehát kivonulnak iskolákba, a kapásba az, hogyha valaki, akit gyanúsított, az puskatussal képen vágják, nem kérdeznek semmit, és hogyha már vérben fekszik, akkor kérdezik meg, hogy honnan szerezte a drogot. Uh-huh. De mert egész egyszerűen nem tehetnek mást, mert annyira életveszélyes hozzájuk szólni akár, hogy máshogy nem tudnak működni. És bemutatják ott a kiképzést, hogy milyen gyakorlatlan megalázásnak és az izraeli hadsereget megszégyenítő kiképzésnek vetik alá a brazil rendőrség elit alakulatát ahhoz, hogy egyébként brazil polgártársaikra lőjenek. Uh-huh. Iszonyatosan ellentmondásos a film. Az egyetlen gondom vele az volt, hogy érzésem szerint erősen alapoz arra, hogy lássál már, tehát hogy nézd meg előtte az Isten városát. Uh-huh. De túl sok mindent nem mesél el neked erről a világról, mert feltételező van már annyi háttéranyagod. Ez dokumentumfilm vagy játékfilm? Ez rendes játékfilm, viszont rendesen az elitosztagnak a hétköznapjaiba enged bepillantást. Ami tényleg így működik, de nyilván tettek köré egy történetet. Körülbelül hasonló, mint az Isten városa, csak én nem hiszem, hogy annyira kapaszkodik a, uh-huh. a valóságba, tehát nem annyira valós alapú. Viszont egy tényleges helyzetet mutat be uh-huh. ott Brazíliában. Tehát mondom, sokkoló mind a kettő, és szerintem egymás után érdemes ezt a kettőt megnézni. Aki pörgősebb, nem is az, hogy pörgős, tehát aki pörgős filmet nézne, ezeket nézze meg. De ezek nem ilyen hollywoodi akciófilmek. Uh-huh. Tényleg érdemes őket megnézni. Erőjt eszembe, hogy van ez a, olvastam, vagy láttam is tévében erről a városról, hogy van Mexikóban egy ilyen város, ami ott van az amerikai határ közvetlen közelében, és ez a drog kártelleknek az úgymond a ilyen tranzitja. Tehát aki azt a város birtokolja, az birtokolja úgymond a csempészeti útvonalat, hogy onnan viszik át a drogokat. És ott, hát nem tudom, talán a világ ilyen rizikósabb városa, vagy legfélelmetesebb városa, vagy legkockázatosabb városa, mert gyakorlatilag a rendőrség is kivonult volna, tehát nincs rendőrség ott, mert mindenkit megölnek. Tehát amint oda visznek egy őrsöt, ilyen héten belül mindenki halott ott, és senki nem akar, mindenki felmondott ott. Ez az, ahol rendszeresen kiraknak az út mentén ilyen civileket pucéra, meg lefejező, meg minden, hogy jelezzenek, hogy ne csináljanak semmi olyat, ami gátolja őket. Tehát ott a rendőrség, vagy nem a rendőrség, a katonaság járőröz ott az utcán, de hát semmi hasznuk nincs. Hát elképesztő, hogy mik vannak. Annyit még hozzátennék az elitosztaghoz, hogy azért is érdemes megnézni, mert a film rendezője José Padilla, ő fogja rendezni most a Robot Zsaru rebootot.
Amelyről tehát, egyébként már van egy kamu honlap, nem tudom, azt láttátok a... Igen. Aha. Sőt, egy trailer is. Egy ilyen viral videó már ja, van igen, hozzá, igen. Az LD209-es. Így van, ne? Így van. És hallottad, hogy ki fog játszani a rossz fiút a izébe? Robot Zsarúban? Neki mi? Na izé, Hugh Laurie. Komolyan? Hugh Laurie. Dr. House. Már én látom magam... Igen. Már látom magam előtt hallott, hogy milyen lesz a Dick Jones. Ugye ő játszotta az OCP-nek az elnökét a Robot Zsarúban. És egyszer látom magam előtt azt a House-os karaktert, aki úgy fog hozzáállni a szegényekhez, meg mindenkihez, hogy hát itt leszarjuk belőlük, élünk. Mit teszünk holnap? Tehát ez annyira jól állna neki, hogy már látom lelki szemem előtt, hogy milyen lesz az Robot Zsarú, de minden nem erről akartam beszélni. De most már duplán várom a Robot Zsarút. Ami egyébként zseniális volt már eredetileg is. Hú, én nagyon rég láttam. Még abból volt egy ilyen sorozat is, ilyen tévésorozat. Én azt néztem gyerekként inkább. Ja, Isten. Komolyan? Vagy hogy rajzfilm volt az? Nem tudom. Volt rajzfilm is. Akkor lehet, hogy azt néztem, nem tudom. Szerintem túl fiatal voltam, hogy igazából felfogjam, de azt is pótolnom kell. Egyébként hadd kérdezem már meg ezzel az Elit osztal kapcsolatban, hogy ez most inkább ilyen rendőröket elítélő alkotás, vagy inkább ilyen úgymond őket támogató? Mert azt mondtad, hogy nem akarnak szórakozni a kártellel, úgymond, hogy úgy sincs értelme. Ugyanakkor viszont azt mondott, hogy ilyen elit osztag, aki úgymond a rendet képviseli. Tehát ez viszont így ellentmond egymásnak, akkor most igazából melyik? Hát igazából azt látod a filmből, hogy ők is árvasz. Igazából a helyzet teremtette ezt a csapatot. Aha. Tehát őket tényleg ott vetik be, ahol abszolút nincsen semmi, és azt kiadják a parancsot, hogy nem néztek se Istent, se embert, bementek és rendet tesztek, és igazából benne van a munkaköri kötelességükben, hogy nem csak a drogkártereket, hanem még a rendőröket is le kell lőni, hogyha úgy hozza a helyzet. Tehát így válogatás nélkül az ilyen tűzfészekbe bevezénylik őket, és akkor ott rendet kell csinálni. Igazából érdekes, hogy bemutatja, az is benne van, hogy ezt idegileg hogyan lehet bírni, mondjuk, hogyha már családod van. Sehogy. Bemutat, nagyon érdekes a film igazából, nem mondanám azt, hogy állást foglal pro vagy kontra. Inkább azt mondanám, hogy egy megpróbálja ezt a dolgot is bemutatni, hogy ilyen is létezik. És ebben szerintem zseniális. Hát felkeltette az érdeklődésem mindenképp. Próbálok egyébként kampányolni az ilyen filmek mellett, mert ez annyira valahogy margóra szorulnak a hollywoodi dömping kellős közepén, hogy miközben a Project X-et hülyére plakátolják a városban, plakátozzák, addig például tényleg az ilyen értékesebb darabok, mint amilyen szerintem az Elite Squad is, egyszerűen még a DVD polcokra se kerülnek ki. Hát erre vagyunk mi itt. Múlt héten, vagy múltkori adásban a Peti ajánlotta az Inket, azt időközben én is pótoltam, de erről majd a legközelebb visszajelzek neki. Tehát azért próbáljunk meg csak ilyen mainstream filmeket ajánlani. Úgyhogy, hát nem tudok segíteni. Hát de hát a következő filmet például pont nem egy mainstream lesz, úgyhogy ne szerénkedj. Kétségtelen. De Zoli, előtte még akkor még gyere a mexikói filmmel, aztán utána jön a Gergő. Jó, ezt rövidre fogom, mert ugye az idő is szükös. Annyit mondanék, hogy igazából ugye egymás után néztem meg a Istenvárosát, meg az Elit Squadot, és akkor ezen a fellelkesedésben azt mondtam, hogy akkor zóna. A zónának zseniális az alapgondolata. A zóna arról szól, hogy egy fordított gettó. Tehát egy olyan negyedet mutat be, ahol az elit, mindjárt becsukom az ablakot, meg kint sír egy gyerek, tehát az elit, az körbeveszi magát egy fallal, azt a környéket, ahol lakik, ez egy elég nagy kiterjedésű terület, és ott él, kirekeszti magából azt a Brazíliát, amit ugye láttunk például az Elite Squadban, meg láttunk az Istenvárosában, ez az egész problémákkal telepakolt várost, vagy országot, vagy világot, ahogy tetszik, és a saját közegében el van, és a saját közegében intézkedik, fenntartja saját magát. És történik egyszer, hogy a vihar kidönti a zónán kívül az egyik ilyen billboard plakátot, illetve az annak tartó ilyen vászszerkezetét, ami átdől a falon. És hát mit ad Isten, három gyerek kitalálja, hogy Brahiból bemennek, és hát miért ne raboljanak ki egy házat. Igen ám, csak úgy alakul, hogy kinyírnak egy nőt is, benne a zónán belül, és a zóna lakói kitalálják, hogy hát akkor ők így saját hatáskörön belül
így hát végül is saját közükbe veszik az igazságszolgáltatást, mint olyat. Érdekes a felvetése, az alapgondolata a filmnek, mert ugye a rendőrök, akik bejönnének nyomozni, azok is úgy bánnak a zóna lakói, hogy nekik vannak bizonyos kiváltságaik, ők majd a saját problémáikat megoldják a falon belül. A külső problémákat megoldják meg a falon kívül. Tehát teljesen izolálják magukat, őket. Tehát ez a kis, hát nem is olyan kicsi, ez a elit körzet, úgymond, tehát így nagy fallal körülveszi magát, saját biztonsági őrzése van, meg tehát teljesen elzárja magát a többi helytől, és ez vonatkozik, ahogy mondtad, a rendőrökre is, tehát hogy ők maguk akarják megoldani ezt az ügyet. Pontosan, és jó ebben a film, tehát nagyon tetszett az alap gondolata. Nekem az volt a bajom vele, hogy egyszerűen lassú. Tehát a témájához mérten is lassú, és ráadásul félúton nekem az volt az érzésem, hogy a film kezd átbillenni egy olyan üzenetben, ami nekem nem tetszett. Tehát úgy akar állást foglalni, hogy igazából nem tudja megindokolni az álláspontokat. Tehát úgy állítja be ezt. Egyébként érdekes a zónának az alapvetése is, hasonló, mint a falué. Tehát a saját ellenfél falué, ez megvan? Igen. Hasonló, csak kevésbé meseszerű, tehát nem az, hogy egy mumust kitalálunk, és azért nem mennek el a gyerekek az erdőben a falon túlra, hanem tényleg konkrétan el van mondva. De nekem nem tudta, végignézted a zónát? Hát én moziban néztem meg az ajánlásról egyébként, úgyhogy én persze végignéztem. És hogy tetszett? Mi volt annak a vége? Mert én bevallom őszintén, hogy így lezártam, mert nem akartam csalódni benne, inkább úgy akartam, hogy megmaradjon a fejembe, hogy mennyire jó film lehet. Hát most itt teljesen 100%-osan nem emlékszem, mert 5 éve volt lassan, vagy 4 éve, hogy megnéztem. De én azt hiszem, hogy most annyi, hogy elspoilerezném, de én úgy emlékszem, hogy nem volt happy end befejezése. De hűha, meg kellene néznem újra. De én hogyha nekem pozitív emlékeim vannak vele kapcsolatban, mert így nem akart a film úgymond ítélkezni, tehát nem ítélte el egyik felet sem. Nekem én így emlékszem vissza erre a filmre, hogy nem akart állást foglalni, tehát mindenki döntse el, hogy kivel szimpatizál. Mindegyiknek megvolt az úgymond létjogosultsága, hogy az elit nem akar ezzel a úgymond ilyen gettó negyeddel foglalkozni, ami szerintem valamilyen szinten érthető is, mert mindenki a legjobbat akarja a családjának. Ugyanakkor a gettókölkök, nem tudom, tehát valamilyen szinten jogosan utálattal néztek rá erre az elitre, és hát a kettő akaraton kívül aztán összekapcsolódott, és ha jól emlékszem, az egy gyerek az itt bujkált is a zónában, vagy igen, az bujkált. Igen. Tehát nekem igazából tetszett a film, de tényleg rég láttam már, tehát nem tudok mindent visszaidézni belőle, de én mindenképp megnézném még egyszer. Igen, ez nagyon érdekes. Ez nagyon, úgy hangzik, most jutott ez eszembe, egy On the Spot epizódban láttam, úgy hangzik, mint Oránia Dél-Afrikában. Nem tudom, hogy erről tudtok-e. Az is egy ilyen hasonló. Ott a fehér afrikaiak választották le magukat a 80%-nyi fekete afrikairól, és úgy gondolták, hogy ők egy külön kultúra, és egy külön közösség, és hogy nem engednek be feketét erre a területre, amit így kisejtítottak magunknak. És ez nagyon-nagyon így hangzik nekem. Ez nagyon érdekes, hogy ezt az párhuzamot így mondták le. Igen, csak érdekes, hogyha mondjuk egy ilyen filmbe belevágnak, akkor én mondjuk úgy feltételezném, hogy ennek egy komolyabb, ez egy nagyon komoly társadalmi probléma. Tehát az, ami itt most csak így egy az elit gettósodásáról, amikor beszélünk, akkor azért ez egy nagyon komoly felelősséget vesz a vállára ez a film, hogy egy ilyen témába mondjuk belevág. És ezt az egészet mondjuk például feltéve nem megengedve mondom, mert nem néztem még végig, de hogy olyan embereket mutat be, akik igazából teljesen nem is értenek egyet ezzel a gettósodás, már mint a falon belül, hogy hát így itt vagyunk, de most, hogy először, látszólag először így betört valaki, megtámadta az egyik lakót, ráadásul akit megtámadtak, mindjárt meg is ölték, hogy így megvédjük magunkat, vagy sokkal sokkolóbb lett volna, hogyha úgy látszik, hogy a falon belül mindenki úgy egységes, mindenki tudatában van annak, hogy miért költözött egyáltalán oda be. De olyan, mintha a film azt akarná sugallni, hogy
Inkább ne foglalkozzunk nagyon mélyen ezzel a kérdéssel, mert a végén akkor még válaszokat kéne adnunk, hogy az embereknek ne legyen hiányérzete. Tehát így... De Zoli, ezt nem lehet így egységesíteni, szerintem a csomó ember ott oda született meg ilyesmi, tehát az simán lehet, hogy a különböző véleményen vannak szerintem még zónán belül is. Tehát nem tudom. Pontosan, ez igazából ez egy kulturális kérdés is lehet egy szinten, valami, amit még ehhez hozzá kéne csapni. Mert hogy mondod, hogy betámadnak, meg ki hol bújik el, meg stb., de például Orániában rengeteg ember azt mondja, hogy ez így korrekt, mert miért ne legyen az, hogy egy kultúra nem akar egy másikkal együtt élni. Tehát, hogy ez sokan teljesen így mondják, hogy hát országokra is szétbomlunk, most ők miért ne bomoljanak egy fehér várossá a fekete nyomor negyed közepén. Tehát, hogy ez annyi oldalról lehet ezt a problémát megvizsgálni, hogy nem tudom, hogy beleférne egyáltalán egy filmbe. Hát igen, csak itt érted, belevágtak. Hát de figyelj, Zoli, tehát, egyébként... Szerintem az a minimum lenne, hogy akkor foglalkoznak vele. De én annak speciál tökre örültem, hogy láthatok egy ilyen filmet, mert mikor mondhatom el magamról, hogy látok egy mexikói filmet, és kifejezetten örültem neki, hogy másfajta filmkultúrát is meg lehet így ismerni, mert azért hozzá kell tenni, a mexikói szerintem messze a magyar előtt van, és ilyen filmet például Magyarországról szerintem sose lehetne látni, nem csak a tematikái miatt, hanem úgy egyáltalán bevállalási kedvet illetően is, nem tudom valahogy. Szerintem ez a gondolatmenet kezdne ezt ide beszélni. Igen, jó, mindegy. Én igazából azt mondom, hogy nézzétek meg a zónát, mert nekem tényleg tetszett, és egy elgondolkodtató film, és tényleg, ahogy mondtam, egy másfajta filmkultúrát is meg lehet ismerni. Zoli, tehát akkor igazából te el voltál a filmmel, de nem tudom, miért nem nézted még végig, álmos voltál, vagy... Igen, kicsit beállamosodtam rajta. Nem ígérem, hogy nem fogom pótolni, de most így hirtelen azt mondanám, hogy így ennyi elég volt belőle. De mindenképpen pótolni fogom, mert hogyha tényleg lesz egyébként válaszra, és pozitív lesz, akkor mindenképpen megkövetem saját magam, meg mindenki mást a hülyeségeimért. Most így pillanatnyilag fél úton azt mondanám, hogy szerintem azért kihagyható. Jó. Akkor, hogy kihagyható-e vagy nem, ezt el lehet mondani a God Bless America című filmről is, aminek esetleg láttátok már a trailerét, mert hát elég nagy ilyen hype-ja volt ennek a filmnek, hogy hát tematikájának köszönhetően. Én azt mondom, hogy engem abszolút nem érdekelt a film a trailer alapján, mert borzasztó amatőrnek nézett ki. De hát akkor Gergő, mondd el, hogy igazából milyen is ez a film, meg miről szól. Rendben. A God Bless America-nek a lényege igazából az, hogy van egy férfi, hát ilyen Bonnie és Clyde történt. Van egy férfi, akinek teljesen tönkre megy az élete, ő Frank, és borzasztóan utálja azt, amivé vált az amerikai kultúra. Ez fontos kiemelni, hogy nem magát az amerikai kultúrát nem szereti, mert hisz különböző alapelvekben, de alapvetően azt a degradációt, ami a médiában végbe ment az utóbbi évben, azt, hogy teljesen elítéli, és rosszul van tőle. És amikor már itt tényleg a padlón van, mert semmi nem megy neki, akkor úgy dönt, hogy öngyilkos lesz. De találkozik egy Roxy nevű 16 éves kislánya, aki teljesen elmebeteg, és ő ráveszi, hogy folytassa az éppen hogy csak megkezdett gyilkos hadjáratát. És akkor ez a két egyén rongyol át Amerikán, és öl meg mindenkit, akik visszaélnek az emberi hülyeséggel, vagy előidézik azt. Maga a film az szerintem úgy áll ezt az ember nagyon jó. Vannak problémái, a két főszereplőnek a kapcsolata nincsen teljesen jól kiépítve. Van egy olyan elvetett szexuális vonal, amivel nem igazán foglalkoznak, pedig kéne. De bocsánat, ne haragudj, a két szereplő között? Így van, tehát hogy itt egy ilyen 50 pluszos férfiről és egy 15 éves kislányról van szó, és... Hát felmerül persze nyilván itt a szexuális interakció kérdése, és elkezdik ezt latolgatni, hogy ez mi, meg hogy fér bele a férfi morájába, meg hogy nem, nyilvánvalóan, de nem viszik ezt sehova, és ez egy nagyon kínzó része, mert nagyon sokat foglalkoznak vele, de mégsem mondanak ki semmi stabilat ezzel kapcsolatban. Ettől eltekintve viszont maga a film szerintem fantasztikus, remek monológok vannak benne, tehát a forgatókönyvírót azt külön megdicsérem, mert tényleg ezt a filmet azt tartja egyben, hogy nagyon jó szövege van, és végig a beszélgetések nagyon érdekesek, a karakterek nagyon jól vannak megírva,
És a tanulsága az egész filmnek nyilván az, az ez egy elgondolkodtató film, legalábbis az akar lenni, az szerintem nagyon fontos. Mert nem igazán arról szól, amit a trailer sugal, hogy itt valaki körülbelül egy kinyír mindenkit, és ez mennyire kérdezi. Nem az agresszióról szól, hanem az, hogyha egy ember úgy határoz, hogy, hogy mégsem egy senki, és felvállalja, és hangoztatja, hát egy, vagy pisztolyával, vagy egy mikrofonnal hangoztatja az elméleteit és a gondolatait, akkor igenis sikereket tud ezzel elérni. Így vagy úgy, nyilván. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a gyilkolászás, a, ez nem is igazán a lényege a filmnek, meg nem erről van szó, ez szerintem pusztán azért rakták be, hogy a gondolatmenet az található legyen egy hollywoodi filmben. Maga a gondolatmenet az, az szerintem ilyen, ilyen téren fantasztikus. Tehát akiket kiválasznak legyilkolásra, és amivel ezt megmagyarázzák, az nagyon tanulságos. Igen, nem csodálom, hogy, hogy nem látta sok ember, mert alapvetőleg a poén része maradt csak meg a trailerben egy csomóaknak, és nem igazán, ahogy mondtad, neked se igazán keltette fel az érdeklődésedet. Én azt mondanám, hogyha ezt, az ezt nem is vállalja be az ember, egy ehhez nagyon hasonló filmet mindenki érdemes megnézni, ez pedig a Super, ami, ami ennek a kortársa, nem tudom, nagyon kevéssel utána vagy előtte jött ki, de ugyanabban az évben, ha jól tudom, és nem, ez 2010-es, tehát ez még előtte jött ki, és ennek is ugyanaz a koncepciója, egy férfi és egy nagyon fiatal lány, csak ebben hát kicsit nagyobb neves színészek vannak, tehát Ellen Page van benne, meg Liv Tyler, meg Kevin Bacon. Ezt mindenképp, tehát hogyha valaki egy kicsit, kicsit könnyedebbre, kicsit viccesebbre, kicsit karikaturisztikusabbra akarja fogni ugyanezt a gondolatot, akkor azt mindenképp vállalja be szerintem. Benne mind a két film nagyon nagy nyomot hagyott, tehát hogy, hogy abszolút csak ajánlani tudom. Nem tudom, bármelyiket láttátok esetleg? Sajnos nem. Nem, engem érdekel a God Bless America, de ez a Super is hasonló témát feszeget? Hasonlót, hasonlót, abszolút egy más téren, tehát a Super az a szuperhősséggel, és annak a való életben való legitimitásával foglalkozik, de a felállás az, az abszolút ugyanaz, hogy van egy, egy mindent elveszett, mindent elrontott ember, aki megpróbálja a saját igazát kiharcolni. Ez a maga Super, ez olyan, mint a egyszerű és elkínázott munkával. Pont ez jutott nekem is eszembe. Sokban hasonlít, de sokkal emberibb. Tehát a Kick-Ass az, az, az gyakorlatilag az képregény. Egy az egyben. Tehát úgy is van megcsinálva, mint egy képregény a vászon. A Super az, az sokkal, sokkal betegebb és realistább. De nem várja az ember, hogy ennyire komolyan veszi magát a Super, és félúton annyira komolyan kezdi elvenni magát, hogy hogy meglepő. Nem akarom elrontani, mert ez egy fantasztikus csavar. Úgyhogy most azt... ezt megnézem. Nem, nem való mindenkinek, de mindenképp érdemes. És ez a, ez a God Bless America, ez így önmagában inkább egy végjáték, vagy szatíra, vagy, vagy dráma, vagy, vagy micsoda igazából? Ez dráma, dráma. Vannak benne vicces részek, mondom, főleg a gyilkolászós elemet ezt azért rakták bele. Vannak benne humoros, meg nagyon brutális részek, de alapvetőleg ez egy szomorú film. Tehát nincsen benne az a feloldás, ami ugye kell egy ilyen komédiában, hogy, hogy, hogy elviselhető legyen, ez ebben nagyon sokszor nincs meg. Így azt mondanám, hogy ez inkább egy, egy, egy szomorú, keserédesebb film. Hát az előzetes eléggé megtévesztő azért. Azt mondanám, hogy igen. Igen, tehát én ilyen, ilyen, ilyen melankolikus hangvételt és ilyen, ilyen beszédeket nem vártam tőle. Azt hittem, hogy ez egy ilyen kis vicc, vicc egy viccen alapuló film lesz, ehhez képest nem. Abszolút nem. Jó van. Na, akkor megvan mind a kettő a listámon. Helyes. Helyes, helyes. Akkor esetleg van még valami, amit a God Bless America-val kapcsolatban kihagytál, vagy kifelejtettél? Én szerintem nem, ezt, ezt mindenki tapasztalja meg magának. Uh-huh. Abban van abszolút egyébként valami híresebb színész, vagy, vagy abszolút ilyen, ilyen független film? Független film, nincsenek benne, hát ilyen nagyon híres színészek nincsenek benne, pár sorzat színész jelenik meg főleg a főbb szerepekben. Én nem vettem észre senkit, akit így kiszúrnék, vagy aki miatt megnézném. Jó van. Na, akkor én bemutatnám az eddigi szerintem legrégebbi filmet, ugyanis az 1966-os Egy kis kiruccanás ról mesélnék nagyon röviden. Nem tudom, láttátok-e esetleg Louis de Funès film? Esélytelen, hogy megnézzem. Oké. Okay, biztos, hát... hogy láttam, és tudni, hogy nem emlékszem el. Ez egy olyan film, amit szerintem
Zoli, még talán neked is tetszett, de én már teljesen elbizonytalanodtam a Paranormal Activity után. Minden epizódban kell, hogy legyen valami, amivel gúnyoljalak, úgyhogy ez most is megvan. Hát ez az egy kis kiruccanás, ez arról szól, hogy a második világháborúban játszódik, és egy brit bombázót lelőnek Párizs felett, amiben éppen a nácik uralkodnak. Ez azt hiszem 43 vagy valahogy így játszódik. És hát lelövik a bombázót, és ez a 4-5-6 brit pilóta így ejtőernyővel kiugrik, és szerte a városban ér földet. Az egyik hol a fán érkezik meg, a másik hol a, nem tudom én, opera tetején, stb. Vagy egy erkélyen, és hát egy halom francia találja meg őket, közt a Louis de Funès is, bár ő itt igazából nem főszereplő, tehát csak egy nem tudom, mellékszereplő a sok közül, és ők próbálják elrejteni ezeket a brit pilótákat, és valahogy kicsempészni őket az országból. Hozzá kell tenni, hogy a Louis de Funès filmekhez képest itt szerintem sokkal érettebb a humor, bár vannak benne kifejezetten ilyen slapstick jelenetek. Aki esetleg a filmbarátok Facebook oldalt nézegett az utóbbi időben, két jelenetet is kiraktam már belőle, ami szerintem nagyon jól mutatja a filmnek a úgymond vígjáték stílusát. Van egy nagyon kedvenc jelenetem, amikor egy náci katona és a Louis de Funès egy bonyodalom na köszönhetően pont egy szállodaszobában landolnak, és az egyik már alszik, és Louis de Funès nem tudja, hogy ez egy náci, hanem azt hiszi, a másik francia társa, akivel a németeket elrejtik, és mondta a másik francia társa, hogy jelente horkol, és ilyenkor fütyüljön, és utána bemegy a Louis de Funès, és az német úgy horkol, hogy remegnek a falak, és aztán itt mindenféle zajt csap, hogy csendben legyen. De nagyon vicces az egész, hogy így elmondva hülyén hangzik az egész, de nézzetek fel, szerintem a Facebook oldalra nekem nagyon tetszik az a jelenet, ilyen igazi bolondos marhaság. Ennek ellenére, hogy 2 órás a film, szerintem végig nagyon szórakoztató, változatos és kifejezetten kedves és aranyos kis befejezése van, úgyhogy én mindenképp ajánlom az Egy kis kiruccanás című 66-os filmet. Louis de Funès filmek közül szerintem a Jákob Rabbi kalandjai mellett, amit múltkor bemutattam, a legjobbja. Esetleg Zoli, most már megjött a kedve, tudom, hogy esélytelen, de... Egyelőre még esélytelen. Maradjuk, hogy emésztem magamba. Emésztem. Nem az a baj, hogy Funétől nekem falra mászom. Tehát egyszerűen nem nekem szólt. Próbálkoztam tényleg ezzel a horgász a pácbannal is. Na, az tényleg szar, azt én is megnéztem. Ez abszolút nem kötött le. Tehát olyan semmi sztorja nincs, érted? Ilyen 5 perces valami fél óra, vagy másfél órára nyújtva. Azt tényleg nem értem, hogy miért vicces, de... Sok rossz filmet néztem tőle mostanság, Balatonon néztünk egy párat tőle, és a legtöbb tényleg nem volt jó, de ez kivételesen tényleg nagyon ajánlható. Gergő, esetleg így elmondva láttad esetleg, vagy... Nem, valószínűleg nem, de én is úgy vagyok vele, hogy rengeteg, fiatalkoromban rengeteg Louis de Funès filmet látom, és szerintem telítődtem. Tehát, hogy ez egy olyan karakter, akit egy ideig az ember szeret, vagy stb. És utána én most már pusztán a stílusa miatt nem hiszem, hogy meg tudnám nézni. Viszont ez a film, ahogy itt nézem, ez a téma tematikáját tekintve meglepett, és ez nagyon érdekesen hangzik. Mert azért ez egy nagyon sötét, meg komor alapfelállás. Igen, tehát nem egy nagyon blödli kategória, tehát azért van benne, ha nem is azt mondom, hogy nagyon komoly film, de azért a tematikájának köszönhetően nem egy olyan limonádé film, de szóval tényleg nagyon jókat lehet rajta nevetni. És azt még elmondanám hozzá, ezt is IMDb-n olvastam, hogy egészen a Titanicig ez volt a legsikeresebb francia mozifilm Franciaországban, úgyhogy azért jó sokáig büszkékedhetett ezzel a titulussal, úgyhogy talán mégsem olyan rossz. Itt egyesek gondolják, hogy én azt mondom, tegyetek vele egy próbát, bár múltkor Facebookon írta valaki, hogy megnézte és nagyon unalmasnak találta, de
ez van. Nekem nagyon tetszik. Úgyhogy Zoli... Hát ez mégiscsak egy 66-os film. Hát 66-os, csak persze. Mégiscsak egy 66-os. Tehát azért persze el kell mondani, hogy, hogy nagyon változott a filmeknek a stílusa. Tehát pont mikor vasárnap néztem egy Hitchcock filmet, a téves ember, vagy nem téves ember. Kap. Téves elítélt, vagy, vagy nem, gyanúsított, nem tudom már igazából, wrong man, azt hiszem az angol címe. Uh-huh. És nagyon jól lehetett látni, hogy, hogy mennyivel másképp forgatták volna ezt a filmet most, mint akkor. Tehát sokkal pörgősebb meg kell, hogy legyen, meg, meg sokkal másra fektetnék a hangsúlyt. De én azt mondom, hogy ez, ez a film tényleg megállja még most is a helyét, és végig nagyon szórakoztató. Freddinének is nagyon tetszett az film, pedig ő még nem látta korábban, úgyhogy szerintem tegyetek vele egy próbát. Nos, Zoli, a múltkori kiadás nagy slágerfilmje, a Piranha 3 dupla D volt, és te azt mondtad, hogy neked nagyon bejött ez a trailer, és én nagyon gúnyoltalak vele. Ezek után egy véletlennek köszönhetően én nyertem két filmet erre a filmre, amit a Dancsó Petivel néztem meg. Erről töltöttünk fel egy rövid ilyen beszámolt, amit a Millenáris Parkba vettünk fel az ő mobilján. Hát azért nem gondoltam volna így retro perspektívában, hogy nekem valószínűleg jobban bejött ez a film, mint neked. Igen. Hát azért én is meglepődtem. Én azt hittem, hogy ki fogjátok utálni azt a filmet. Tehát nem volt jó, azért azt tegyük hozzá, hogy nem valami jó film, de én azt hittem, hogy az elmondásod alapján és mások elmondás alapján ez kb. A világ összes aranymálna díját be fogja zsebelni, de ahhoz képest én egész jól el voltam rajta. Tehát nyilván egy nagyon ócska kis trash valami, rengeteg kifejezetten kínos jelenettel, ami szerintem akaratlanul volt kínos, mert hiába gondolták trashnek, de egyszerűen béna volt, de én egyszer megnéztem, tehát igazából nem lettem rosszul tőle. Én kezdek egyébként rájönni arra, hogy szerintem velem van igazából a probléma. Tehát én amikor megnézek egy folytatást, én a cím alapján valamiért én ezt kapcsolom az előző részhez. Tehát nem tudom, tehát amikor mondjuk a Blair Witch 2-t megnéztem, akkor én balga fejjel azt hittem, hogy ennek lesz valami köze az első részhez. Aztán kiderül, hogy nem. És egyre több filmmel vagyok így, és én a Piranha 3D-nél is, én valami hasonlót vártam, mint a Piranha 3D-nél. Tehát azt a igazi arcba mászóan bunkó filmet, ami nem finomkodik, hanem igazából pont a bunkóságában rejlik a humora. És az egész bája. Tehát az, hogy nem finomkodik, tényleg a lerágott lábakat, az arcot batolja, sőt, hogyha úgy hozza a sors, akkor a szemed láttára rágják le a pirányák, miközben ott, mit tudom én, üvölt a csaj, és mondjuk az esetben semmi más nem látszik belőle, csak a szilikon mellei, és ez adta abnak a filmnek szerintem a humorfaktorát. És ez a fajta arcba mászó, pofátlan humor nekem nagyon hiányzott a Piranha 3D-ből, helyett azt kaptam, hogy David Hasselhoffra háromszor rázómol a kamera. És én ebben nem éreztem azt a humort. Lehet, hogyha máshogy álltam volna hozzá, nem tudom, de mondom, lehet az én hiányosságom az, hogy a folytatástól azt várom, hogy valamilyen módon kötődjön az előző részhez. Lehet, hogy ezen a szokásomon változtatnom kéne. Hát nagyon alibisen kötődött az előzőhöz, tehát ez az egész háttérsztori, hogy kerültek oda az uszodába, azért az nagyon gyenge lábakon át, hogy őszinték legyünk, de... Na jó, de azért azzal nézzünk szembe, hogy nem volt az a koncepciója az eredeti Piranha 3D-nek, amit muszáj volt továbbvinni, vagy esetleg tovább kellett fejleszteni. Tehát megértem abszolút ezt az érzésedet, de igazából nem hiszem, hogy volt valaki forgatókönyvíró zseni, aki arra érzett rá, hogy ez hogyan lehetne kibontakoztatni ezt a Piranha 3D világot. De ezek nagy poénok, ezek a filmek. Igen, csak mint poén film is, nekem ez a poén, ami a második részben volt, ez nem működött. Az elsőnek a... De pont az a durva, hogy tehát nem történetet vártam a Pirányától, hanem azt, hogy legyen arcba mászó, legyen durva, legyen horror, jó, igen, láttam, jó, legyen még több csöcs benne, legyenek nagy csöcsök, legyen mit több egész estét betöltő, IMAX vásznat betöltő csöcsök, de akkor azok legyenek.
Hát tehát voltak csak kb. Ilyen fél másodpercig lehetett látni őket ilyen villanásokba, tehát ez nem tudom, hát, kicsit vicces ez, volt, ez, hogy... Ez itt semmi. Vicces volt, hogy erre alapozták úgymond a trélereket, ezek után lehet, hogy sok duda volt, de kb. Ilyen tényleg ilyen pislogtál, akkor nem láttad őket általában, tehát nem tudom, kicsit vicces volt ez szempontból. Még egy ilyen volt, mondjuk a végén mondjuk azon becsináltam a röhögéstől. Ja, tehát az a poén a végén, az amikor elmondja, fickó, tudod, hogy... Ja, fickó levágja. Nem, amikor a Christopher Lloyd, amikor Christopher Lloyd, tudod, hogy ja, mit tovább ja, fejlődtek. Ja, igen. Na igen, ezek azok a poénok, amik nekem úgy hiányoztak, ebből kellett volna több. Mm. Tehát ez az igazán agyament, semmi értelme, a jelenethez rohadtul nem passzol, hát mint az első rész végén, tudod, hogy úristen, hogy kiderül, hogy ezek voltak a gyerek piranyák, és kiugrik egy akkora piranya, mint egy jacht. Aha, igen. És én azon akkor szétröhögtem magam, és nem tudom, nekem ez hiányzott, hogy pont ezt vártam, hogy szabaduljon el a gondolatuk, mondjanak baromságokat, legyenek idióta dolgok, és ehhez képest azon tökölnek folyamatosan, hogy na, hogy fogjuk profitálni, tehát hogy mondják ezt, hogy fog jövedelmezni nekünk majd ez a strand, úgy, hogy majd onnan szivattyúzom a vizet, és ez engem nem érdekel. Tehát igen. A piranya egybe, na mindegy, nekem ez volt a bajom vele. Meg én azon rögtem még, hogy ilyen... Azon rögtem még, hogy ilyen világot rengető esemény, hogy egy élménypark megnyílik, és az egész állam oda megy első nap, mint hogyha rohadtul nem volna mindegy, hogy aznap megy oda, miután nem tudom én, megtisztítják a piranyáktól, vagy egy nappal később, tehát ez nem tudom meg azon rögtünk, a Dancsó Peti mondta nagyon jól, volt az a jelenet, amikor a csajok a stégen voltak, és a piranyák, érted, az összes rohadt stégnek a lécét így levegőbe röpítették, nem tudom hogyan igazából, és utána beleesnek a vízbe, és azt gondolja az ember, hogy a piranya, érted, százszor gyorsabb, mint az ember, és mire felmerül a víz tetejére, addigra már csak egy csontváz, nem? Kijutnak a partra tök éppen, és miután már a szárazföldön vannak, akkor ugrálnak ki a piranyák, hát ez veszedelmesebbek a levegőben, egyébként... mint a víz alatt. Ez egyszerűen már... De az a vicc egyébként, hogy azt a jelenetet, azt plagizálták, tudod honnan? Na. A Piranha 3D-nek az Asylum változatából. Nézd meg annak a bemutatóját. Abban van az, hogy ez a Asylum bútor darab színész, nem is akarom megjegyezni a nevét, az hanyat vágja magát a tóparton, és ilyen bicikli rugással rugdossa le magáról a kiugráló piranyákat. Tehát azért szerintem egy referenciájukat lenni az Asylum filmekre. Még azt is mondanám, hogy poénnak jó, csak kevés ilyen van benne. Hát azt hiszem, hogy ez mindent elmond a filmről, hogyha egy Asylum filmet másol. Ez minőségében behatárolt a teljes mértékben. De mi volt az Asylum eredetinek a címe? Mi Szardínia, vagy mi? Fú, nem tudom, Pirányáz, vagy nem tudom. Ja, ennyire durván ötlettelen, hogy... Piranyáz. Hát miért a Terminátor megváltásnak az volt a magyar változat, a Terminátor nincs megváltás, tehát igazából nagyon nem szoktak problémázni ezen. Az is egy akkora film, ezt majd egy másik filmbarátok alkalommal szívesen elmondom, de olyan Asylum, megvettem öcsémnek karácsonyra az Asylum 5 filmes sci-fi gyűjteményt, valami 500 forint volt. Zseniális. Ez majd egy másik alkalom. Na jó van. Hát az a Piranya 3D váratlan meglepetéssel zárult, mert én azt mondom, hogy egyszer talán megnézhető sok röhögéssel, de hát ezt nem gondoltam volna egyébként, ez tényleg meglepett, de hát így hozta a sors. Tehát én megtudtam, hogy nyertem 2-1-et erre a filmre, már röhögtem, hogy te úristen, hogy fogok itt a közív adásban veled beszélgetni, de hát ezek szerint így sült el. Nos... Akkor srácok, hát összes filmen megvoltunk, már csak egy téma maradt hátra. Gergő, te felvetetted, hogy beszéljünk egy kicsit a következő Batmanről, ami már itt van hamarosan. Hát a következő filmbarátokig már meg is lehet nézni, mert július végén adják a mozik. Hogy hát mit vártok ettől a filmtől igazából? Őszintén szóval, én rengeteget gondolkoztam, azért is dobtam fel ezt a témát, rengeteget gondolkoztam azon, hogy mit kéne várnom ettől a filmtől. Mert ugye lehet most már tudni, hogy újra fogják kezdeni a Batman szériát Aronofsky rendezésében, ami egyébként egy nagyon érdekes gondolat. De hogy ez egy ilyen teljes egészé varázsolja ezt a Nolan trilógiát, és én aggódok, meg kell, hogy mondjam nektek, én abszolút aggódok a harmadik
film miatt, mert ahogy így a Batman filmeket végignézzük az elejétől kezdve, mindig benne volt ez a probléma, hogy ez egy nagyon sötét sztori, ami a Batmané, nagyon-nagyon mélyen beteg ellenségei vannak, de emellett pedig egy ilyen karikaturisztikus, mégiscsak egy képregény dolog. És ezeknek az ötvözése volt mindig a kérdés. Az első Tim Burton film az szerintem az volt a legsikeresebb ebben, hogy tökéletesen vegyítette a sötét oldalát ezzel a vicces oldalal. A második az már kicsit túlvitte, akkor leváltották, a harmadik, negyedikről ne beszéljünk. És a Nolan ez a hiperrealisztikus hozzáállása, ez nagyon jól működött szerintem a Dark Knight-ban leginkább, de én úgy érzem, hogy most már kicsit túlságosan realista lesz. De annyira komorak a trailerek, meg a kijött videórészletek, annyira komorak, és annyira megtagadják azt, hogy mégiscsak egy bőrruhába öltözött denevért látunk a képernyőn, hogy én már nem vagyok teljesen biztos, hogy vissza tudja hozni ezt a hangulatot, amit a második megteremtett, hála a Jokernek. Uh-huh. Zoli? Mit gondoltak erről? Tehát a gonoszon fog múlni, vagy sem? Én világmegváltást várok, és azt, hogy az időszámítás az újra kezdődik, tehát így nekem július végétől véget ér az eddigi tudatállapotom, és teljesen új dimenzióban fogok létezni. Én nem tudom, tehát én Chris Nolan fetisista vagyok, és lehet, hogy a harmadik részt, hogy megnézem, akkor a hátamra tetováltatom a teljes családfáját, nem tudom. Én bele vagyok zúgva teljesen ezekbe a Batman filmekbe. Uh-huh. Borzasztóan várom, hogy mit fognak kihozni belőle. Én egy dolog miatt vagyok szkeptikus a Batman 3-mal. Nem hiszem, hogy el fogja rontani a teljes összképet, de szerintem az eddigi Batman filmek hiányosságait változatlanul fenn fogja tartani. Az, hogy szerintem Nolan nem tudja rendesen helyén kezelni a női karaktereket a filmjeiben. Azt kétségtelen. Uh-huh. Tehát én nem tudom, tehát a Batman 1-ben is, a 2-ben is, de messzebb megyek az összes többi Nolan filmben, és én annyira töltelékszagúnak érzem a női karaktereket, hogy az valami gyalázatos. Erre szerintem a legjobb példa a tökéletes trükkben a Scarlett Johansson karakter, aki, vagy Johansson, nem tudom, itt majd a perfekt angolosok belém kötnek, szokás szerint. Ott volt benne, időnként durcin nézett a Bruce Wayne-re, a Christian Bale-re, és ennyi volt a szerepe. És ez most azért lesz problémás, mert most egy nagyon fontos karakter lesz az egyik női szereplő, ugye a Selina Kyle, aki most már nyílt titok, hogy ő lesz a macskanő. Nem, bocsánat. Anne Hathaway lesz a macskanő, és ő lesz Selina Kyle is. Jó, most már sok névez így egyszerre. Egyébként mondjátok már, hogy ez a macskanő igazából, ez most jó karakter lesz, vagy rossz, vagy mi a fene ez? Ez mindig egy kérdés a képregényen belül is, legjobb tudomásom szerint váltakozik sokszor. Egyrészt Bruce Wayne-nek a szerelme. Bruce Wayne-nek a szerelme, másrészt pedig hát nyilván egy ellenfél egy csomószor. Nem tudom sajnos pontosan, de úgy tudom, hogy ez a kérdés. Uh-huh. Nem tudom, olyan, tehát itt én mindig megveszem a Voxot, és abban több oldalt is szentelnek az Anne Hathaway-nek. Én bevallom őszintén, nem nagyon csípem azt a nőt, de hát ez a idétlen maszkal, meg ilyenne, egyszer nem tudom, hogy a fenébe illik ebbe a filmbe. Tekintve, hogy én nem vagyok egy hűde nagy Batman istenítő, tehát én a Sötét Lovaggal is úgy vagyok, hogy egy jó film volt, de az leginkább Heath Ledger miatt volt, tehát én ha nem is puzséri mértékekben, de nem istenítem a filmet, vagy nem is húzom le, tehát egyszerűen egy jó film is kész, de nem tudom, valahogy ez a macskanő, ez nekem nem teljesen világos, mert van ez a Halle Berry is verzió, ott a tudom a jót alakít, Michelle Pfeiffer ott meg gonosz volt, tehát ez nekem nem teljesen tiszta, hogy ő most hogy lesz, lehet, hogy utána olvasnék, akkor okosabb lennék, de annyit nekem nem ér meg, úgyhogy... Azt azért hozzátenném, hogy számomra a filmtörténet egyik legostobább egy sorosát, vagy legalábbis monológiát, azt én a Batman 2-ben hallottam pont a Michelle Pfeiffer szájából. Annál butább sort még egy filmben nem hallottam. Ez a hazamegy a csaj, és akkor drágám, megjöttem, ja, mindig elfelejtem, hogy egyedül lakom. És az a... Ó, és tehát, aki ilyet leír, tehát azt nem tudom, azt ki kéne tagadni Hollywoodból, de a reinkarnálódók sorából is. Ez olyan, mint amikor Mr. B magának küld születésnapi üdvözletlapot, kb. Hasonló.
Jó, de ezt azért meg kell hagyni, hogy ennek van egy olyan alácsengés, hogy amikor ezt kimondja ezt a mondatot, akkor már teljesen nincsen magánál. Nem, akkor, tehát, mi, akkor még nincsen, akkor még nem macskanő. Nem, akkor már nincsen, nem, nem, de akkor nincsen már ledobva valahonnan? Nem, akkor még nincsen, akkor csak hazamegy, és akkor ő még Selina Kyle. Hát ez szarú hangzik. De visszatérve, pontosan ez a bajom nekem is a gonoszokat, illetőleg a háromban, hogy a Joker az tökéletesen megadta ezt a képregény hangulatot a filmnek, ami mellett egyébként, hogyha újra nézitek a Dark Knight-ot ilyen tudattal, ugye másfél óra emberek sötét szobákban beszélgetnek egymással, és akkor néha jön a Joker és felrobbant a dolgokat. Tehát, hogy nagyon jól ellensúlyozta azt a tömény melankóliát, ami volt a kettőben, és szerintem ezért működött nagyon jól. Mm. És én ezt nem látom már a háromban. Azért aggódok, mert a Bane az olyan, mint az apokalipszis. Tehát, hogy úgy lett legalábbis a trailerbe beállítva, hogy ez egy rettetes, félelmetes, tömeggyilkos, megállíthatatlan állat. Nem látom benne azt a feloldást, ami miatt nem sírnék a film közepe felé a sötétségtől. Mondjuk egyébként most néztem meg a Behind the Scenes videót a Dark Knight-ról, és így Dark Knight Rises-ról, bocsánat, és abban láttam egy jelentet, ami teljesen evidensnek tűnik egyébként, de mégis most tudatosult bennem, hogy mivel a Tom Hardynak gyakorlatilag a feje kétharmadát nem fogjuk látni attól a masktól, hogy neki a teljes színészi játéka gyakorlatilag a szemére fog korlátozódni. Hát majd utolszinkronál, de ez sok dolga. Hát meg már úgyis a második hangja van benne a filmben, ugye, volt ez a nagy fiaskó a céggel, és ez tök szar, hogy újra vetették az egész hangját. Hát jó, de azért mégis a durva, hogy a nézők nem értették, mit mondom én. Ez milyen nagy katarzisot mondanám, hogy miért nem ölsz meg, és semmit nem hallás, aki de ennyi, az egy kicsit ölné a hangulatot, nem? Ebbe az a kicsit, nem, az első trailerben ez volt benne. És igen, azért, tudom. De hát azért, hogy nem tudom, szerintem nem volt annyira vészes. Ebben az a vicces, hogy a Batman is csomóan nem értették az eredeti szinkronot. És hogyha ezek ketten beszélgetnének, azért az érdekes lesz. Az feloldaná a feszültséget, amit engélkül hiányol. Feliratozni kell az egészet. Hát egyébként sokan mondták, hogy nem tudom, én speciál örülnék, hogyha úgy végződne a harmadik rész, hogy Batman meghal, bár erre kevés esélyt látok, de szerintem az fasza volna. Úgyis ez lesz a befejező rész. Én hallottam dolgokat, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Igen, ez eredeti képregényben. Igen. Vannak kozmikus történések. Én azt várom, hogy legyen egy ilyen Nolani befejezése, hogy valami nem lehet kitalálni. Tudjátok, ott hagyja a pörgettyit az asztalon, hogy na vajon eldől-e, vagy sem. Vagy sosem derül ki a Memento végén se, hogy ő volt-e tényleg a gyilkos, vagy sem. Hogy ilyennel fejezni be, akkor azt meg tudnám tapsolni. Szerintem tőle ez várható. Megjön Silver Surfer és megadni mindenkit. Na jó van, hát akkor szerintem azért mindannyian meg fogjuk nézni a következő adásig, mert azért én azt mondom, én a bosszúállók után megfogadtam, hogy képregényfilmet rohadt sok ideig nem akarok többet nézni, de ez a sötét lovag az egyetlen kivétel. Engem se Pókember, se a többi maskara nem érdekel, de a Batman még megnézem utána tényleg. Bezár a bazár, mert én már túl öreg vagyok ehhez. Úgyhogy szerintem azért várhatjuk ezt a filmet. Érdekes módon én speciál azt hittem, hogy jobban fogják promózni, tehát nem tudom, hogy vagytok vele, mert mint hogyha későn kapcsoltak volna rá erre. Tehát Prometheusnál sokkal több promót láttam, és sokkal jobban megszervezve találtam ezt a promót. Kétségtelen, ezt nem kell szerintem hirdetni egyszerűen. Nincs ember a világon, aki nem tudja, hogy jön az új Batman. Tehát, hogy őtőle várják, hogy megverje a bosszúállóknak a bevételét. Szerintem egyszerűen csak mondják, hogy jön, holnap lesz, és mindenki ott lenne a kasszáknál. Uh-huh. Hát, ahogy már fél évvel ezelőtt eladták az összes jegyet az amerikai IMAX premierre, úgyhogy... Tehát tényleg nem kell annyira reklámozni, csak úgy nem tudom, valahogy megkésve érzem az egész ilyen PR masinát, de hát igazából ebben van valami, hogy harmadik részén szerintem annyira nem kell erre sokat költeni. Na, egyébként ha már reboot, tudni arról valamit, hogy mikor lesz ez, vagy ki fogja alakítani a denevér fickót? Igen, ez szörnyű, hogy nem tudom, most így felidézni, a Mad Men nevű sorozatból annak a főszereplője komolyan lesz az új Batman, pontosan.
mindjárt mondom is a nevét, John Hamm. Az, igen, igen. Igen, IMDb még nincsen fönn ilyen információ, mert nyilván nem, senki nem akarja megerősíteni, de, de erről voltak spekulációk. Ez tűnik valószínűnek. És az Aronofsky az biztos, hogy ő rendezi. És hogy mikorra, arról tudni valamit? 13, azon dolgoznak, amint vége van a Nolan trilógiának. Komolyan. Tehát szerintem jövő évben meg... Aha, igen, igen, igen. Mert nagyon sietnek a Justice League filmmel, ugye az a DC-nek a bosszúállói. Nagyon-nagyon sírnek, ezért indították újra a Pókembert, lesz Green Lantern, egy film után újraindítják a szériát, új zöld lámpás film, és új Fantasztikus 4-est is csinálnak, és tehát, hogy ők is fel akarják építeni ezt, amit a bosszúállóknak sikerült. Ezért van új Batman is, hogy beleférjen a Superman dologba. Azért mondjuk ez egy kemény meló lesz, mert a Marvelnél azért mondjuk a bosszúállókhoz ott alapból volt egy sor sikeres film. A DC-hez gyakorlatilag az összes létező karaktert újra kell építeni. Még a Batman-t is, pedig a Batman sikeres volt, de ugye ez a Batman nem fog átkerülni a Justice League-be, több okból sem. Tehát gyakorlatilag nulláról az egészet meg kell csinálni, azért ez piszak komoly melló lesz. Ez kemény, nagyon sok helyen elbukhat, ahogy a bosszúállók is nagyon elronthatta volna, de nem tette végül. Azért itt is persze vannak nagy kérdések, hogy a Fantasztikus 4-est lehet egyáltalán jó filmként tálalni. De ki van még ebbe a Batman univerzumban? Superman? Meg ki van ott még? Wonder Woman. Ez a Fantasztikus 4-es, ez úgy hangzik, mint valami pornófilm. Olyan, ezt hogy lehet komolyan megcsinálni, hogy mit csinálsz, megyek a Fantasztikus 4-esre, fiam, ez még fiatal vagy. Tehát így... nem tudom komolyan menni. Nem tudom, hát szerintem annyira gáz egyébként, hogy ez a reboot ennyire gyorsan és gátlástalanul megy, tehát én nem tudom, ez szerintem nagyon-nagyon rossz tendencia. Kezdve a Pókemberrel, ami szerintem még nagyon korai és indokolatlan. De mondhatnék akár olyat, hogy akár a tetovált lányt ilyen egy-két éven belül leforgatják, hogy a szigorúan piszkos ügyekből lett a tégla, meg ezek, nem tudom, ez inkább síralmas. Azért válasszuk szét a különböző eseteket, mert a tetovált lány az például egy újragondolása volt az alapanyagnak. Tehát ez nem remake volt a szó szoros értelmében. Itt pedig DC-nél pedig azért csinálják, mert mind megbukott. Tehát, hogy még a Pókember vége is közröhelybe fulladt. Tehát, hogy itt szerintem azért elfogadható talán, nem akarok erről meggyőzni, de talán azért, mert hogy mind pocsék volt eddig. Tehát, hogy hagyd próbálják már meg újra. Most, hogy komolyabban gondolják. Mert mondom, a Fantasztikus 4-es az minősíthetetlen. A Pókembert én az elején szerettem, de most már a vége felé már az sem volt nagyon elismert. És a melyik volt még a... Ja, hát igen, és a Batman-t meg nem lehet belerakni egy Superman filmbe. Tehát ebben a verziójában. És ha már itt tartunk a Superman. Jó, igen, na, az is nagyon érdekes. Abba egyébként belépett Nolan. Tehát, hogy azt meg ő csinálja. Igen. Mint rendező, vagy mint producer? Producer. Aha. Én egyedül a Snyder miatt aggódom, mert ugye ő meg rendezi, és meg legutóbb a Sucker Punchot rakta össze, amit én nem tudom. Tehát az egy ilyen 8 éves gyerek nedves álma. Valahol így volt megfogalmazva. Uh-huh. Tehát, na jó, legyen 10-12 éves kisfiúnak a nedves álma, tehát ilyen B-52-es bombázókról bombázzuk a sárkányt, miközben bikinis csajok karddal táncolnak a repülő szárnyán, tehát én... Ez bőr lesz kölyavába, ilyen. Uh-huh. Hát remélem nem ilyen lesz. Meglepődnénk. Na, hát akkor majd július végén megtudjuk, hogy igazából milyen. Hát én tudja, hogy megnézem, de remélem lesz 2D-s verzió is, mert tudjátok a véleményet erről a csodálatos térhatásos mozikról, ami a Piranha 3 dupla D-ben is egyébként elképesztően silány volt, de hát ezt már elmondtuk abban a videóban, úgyhogy én nem vagyok erre hajlandó tovább. Na, hát srácok, esetleg van még valami, amit megosztanátok? Én meg vagyok. Köszönöm a lehetőséget. Abszolút, és köszönöm, hogy itt tettünk. Jó van, akkor hát Gergő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
és hát további sok sikert a hollywoodi hírügynökséggel, vagy Hollywood hírügynökséggel. Mikor lesz a következő évad, úgymond? Szeptembertől jövök vissza, addig nyaralás van, illetve egy filmet még fel fogok dolgozni a nyár folyamán, amilyet lefejelnének, hogyha nem. Úgyhogy egy Batman videó az lesz. Yeah. Azt hittem a Sleeping Beauty-ról, de hát akkor ezek szerint a Batman lesz. Megfontoltam, de ne, azt hiszem nem. Vagy a Piranha 3D-ről esetleg. Tényleg, arról jó lenne. Egy méreható kritikát, egy elemző. Igen. Egyébként abból lesz harmadik rész, Zoli, nem tudod? A Piranya 3D vagy valami? Olyan nagy dudák nincsenek, hát mondanám, már, úgyhogy nehéz helyzetben vannak. Hát, ja. Hát, még több David Hasselhoff. Aha, igen. Nem tudom. Egész halltátok, hogy lesz Baywatch film? Nem. Átlag a Justin Timberlake-kör. És teljesen lassítva lesz az egész. Ahogy futni. És visszafelé játsz. Igen. Hát, nem tudom, kell-e ez a világnak egy Baywatch film. Én bevallom, gyerekként néztem azért, tiniként, de ez volt délután, suli után, úgyhogy kénytelen voltam. Nos, nagy csend. Ti nem néztetek ilyet biztosan. Én ebben nem fogok belefolyni. Igen, távolságtartás. Igen, gyávák. Nos, akkor köszönöm szépen, Gergő, még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást, és további sok sikert a projektedhez. És hát Zoli, neked is sok sikert a honlaphoz, amit nem mondunk ki többet. Akkor találkozunk a 16. kiadásnál, ami hát augusztus közepe felé lesz valamikor. Hát még nem tudjuk, hogy ki vesz részt, de biztosan megint hárman leszünk, talán a Bad Moviesoknak addig rendben jön az internet, de hát ezt nekik kell majd megerősíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, menjetek sokat mozizni, nézzétek meg a Batmant, meg sok más jó film is lesz, például a norvég fejvadászokat, én igyekszem, hogy pótolni legközelebb is sok jót hallottam arról. Nos, köszönöm szépen még egyszer, srácok, hogy itt voltatok ebben a dög melegben, késő éjszaka, és további szép estét, jó éjszakát nektek, és kedves hallgatóknak találkozunk a legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!